uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk. Jó reggelt! Egészséget! Mit iszol, János, így korán reggel? Beteg. Rövidet? Unikumot? Beverted egy unikumot? Igen, a sör mellé mindenképpen kép. Még a alkoholmentes sör mellé mindig iszok egy unikumot. Na, gyerekek, hát megérkeztünk. Hello mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt. Vagyunk Szombathelyen a főtéren. Igen, úgy néz ki, hogy még egyelőre nem esik az eső. Nem. Ma megúszuk, szerintem. Ma megúszuk. Este esett. Nem fog. Esett este? Aha, én 11 előtt értem be, és ahogy fölmentem a szobába, kinyitottam az ablakot, és így elkezdett esni. Én nagyon... Egy rövid volt, egy óra. Nagyon be... Igen, mert hogy tegnap... Vagy bepáltál, vagy berúgtál. Tegnap rettenetesen beborult olyan, nem tudom én, olyan 7-8 óra magasságába, hogy Ausztria felől ilyen irgalmatlan, sötét felhők gyülekeztek, aztán nem lett belőle semmit, tökre örültem neki. Na, mit adnak nekünk az osztrákok? Ezt első felhőt. Derű helyett borult. Na, nem voltatok sehol tegnap este, csak mondom. Pénteken mondtad, hogy majd ott, meg itt, meg ott. Ha vártunk egy SMS-t, hogy... Egyedül rollereztem a szállodában. Körbe-körbe a folyosón. Egyedül rollereztem körbe-körbe a folyosón. Ma azt mondanak, hogy te már ott vagy, de bementél a városba. Nem tudom, mit jelentett, hogy már megérkeztél, de visszamentél. Ja, elmentem. Itt van egy ilyen kis pába. Csúszka masszázs. Nem, bárcsak az lett volna. Nem, viszont egy irgalmatlan mennyiségű és nagyon jó minőségű meg a burger tortam a közelben. Alig tudtam, de kicsit hiányzott is a levélbillakit a farzsebemből, mert rettenetesen bezabáltam. Oda szoktam mindig menni, egy olyan 50 méterre van a szállodától. Na, ezt messze. Mondták, hogy megjöttél, de elmentél. Mit tesznek bele a hús helyet? Tehát nem tudom, nem mertem megkérdezni. Mivel áltatjátok magatokat? Videó volt, jó volt egyébként, nagyon jó kis hely, semmi extra. És mondom, mindig ott szoktam egyébként így vacsorázgatni, nincsen messze a szállodától. Aztán visszajöttem, és ilyen annyira csend volt, meg annyira nyugodt, semmit nem hallottam, senki nem írt, hogy gyakorlatilag kérdeztem. Addigra már kétszer elestem a folyosón, úgyhogy... Igen. Ugye, és nagyon érdekes a roller, ha behúzva marad néha a gázkar, akkor amikor leszállsz róla, akkor felkapja egy kerékre, és pörög a hátsó kerék. És a szálloda sornak a végén, a folyosónak a végén volt egy ilyen kis virágágyás. Aha. Hát azt ott... Megfogta a balit egyszer. Megbontottuk néhányszor néhány levélre, úgyhogy beragadt a gázkar. Ki kellett, vagy valamit rosszul csinálok. Mert akkor le tudtál volna rögtön menni a étterembe. Vagy valamit rosszul csinálok, nem tudom. Mindenesetre három sebességes a történet. A hármas a full gáz, az egy a 35-40. Tehát itt egy macskakő vagy egy ilyen kis bukkanó, az effektíve életveszély. Viszont amikor leszállsz róla, két fékes, van egy elektromos fék balra, meg van egy hátsó fék, egy patkó fék köcsém. Hoppá! és az a hátsó nyomós fék, viszont valamiért benyomva marad a gázkar. És úgy szállok rá 35-nél, hogy lassítok, de megállok, viszont a hátsó kerék pörög tovább, fölágaskodik a roller. Nem is társa fék van rajta, nem egy patkó. Nem, nehogy is, az sincs. Nem, valami elektromos fék van rajta, meg egy patkó fék, amit nyomok a lábommal, a sarkammal. A másik meg egy elektromos fék. És hát mondom, ágaskodik a paripa, úgyhogy... Ezt a folyoson kellett gyakorolni, te azt életed? Igen, mert a hallgatók segítettek, illetve a kommentők, hogy kell elindítani. Ugyanis csutkára töltöttem, ráálltam, húztam a gázkart, és nem indult el. Ugyanis a következőképpen indított, ráállsz, meglököd magad, és amikor már lendülete van, akkor ráhúzod a gázkart, és akkor nulláról nem tud elindulni. Viszont utána veszett a gép. Yeah. Na most ezt a folyosón a szállodába sikerült 3-11-kor letesztelni. Néhányszor elestem, neki mentem az ajtónak, szerintem a recepciós nagyon jól szórakozott, mert ő közben látta a kamerán, hogy én ott lefő rollerezek. Hát ez szerintem neki nagyon tetszett. De már belőttem, tehát ma már nagyon expert módon jöttem. Nézd meg, egyébként nagyon kis karcsú gép. Én pont nagyon hasít. Idézérve hiányoltam róla, hogy ilyen valami irgalmatlan nagy aksit képzeltem el rá, hogy már általában ezek az elektromos gépek, ezek így szoktak kinézni, de nem, ez egy nagyon kis karcsú modell. Ja, azt hitted, hogy valami ízével jövök, valami tankkal, hát vagy valami vastagabban? Hát hogy hol van az akkumulátor? Alul bent a talp alatt. Tudjuk, hogy a visszafogottság nem a te tereped, és ezért azt gondoltam, hogy iszonyatosan nagy rollerrel, valami nem tudom, milyen high-tech, ilyen csibili. Nem fér be a kocsiba, az a nagy kerekes. Tehát példányszámok kikörülbelül a kettő, de az egyiket beraktak egy múzeumban, ha másokat meg megkaptott, kb. Így képzeltem. Igen, láttam, amikor megláttál, nem volt akkor öröm. Aha, így néztem. Ez az, Bali. Ez ennyi, erre vakítottál. Viszont gyerekek, nagyon jó. Tehát, hogy az, hogy reggel rollerezel, és ott hogy tudtam adni az autót, ez nagyon, majd nagyon jó. Majd megmutatom egyébként, hogy itt oldalt van egy kis letámasztója. Ja, van letámasztója, igen. Igen. Hát igen, azt láttam a prospektusban, vagy igen. Igen, a használati ültestesből, de elfelejtettem. És akkor a kocsit ott hagytad a... Nem, egyszerre vezettem, egyszerre rollereztem.
villogókkal. Igen. Bedobott egy téglát a gázpedál, igen, és behajolt, és úgy kormányt. A körforgalma felültött, hogy a rollert megígért. Tábédes Franzba. Ki a villogó, villogó. Csomagtartó, fel ki a roller, azóta itt villogok a körforgalom. Mert ahogy megígértem, egyébként vasárnap elküldtem, hogy a töltőt. Igen, hogy igen, a, igen, 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 hogy a töltőt ne felejtsd el betenni, hogy ne csak az legyen, hogy szombathelyen így, így a főtér és a szálloda között félúton, és így annyi. És megy vissza a kocsinak a csomagtartójába egy hétre. Nem bevágja a gödörbe, tudod, hogy nem megy vele vissza. Ne figyelj, jött az SMS, egyébként már nagyon-nagyon rendesen, már vasárnap reggel érkezett, hogy legyek szíves berakni a rollert. Ahogy ígérted. Egyébként ez az SMS segített hozzá, hogy ma rollerezek. Tehát, hogy tudod, hogyha nem töltöd, akkor vagy nem, ma nem küldöd el. Mi a hatótáv, kérdezi valaki egy töltése? Ezt nem tudom. Állítólag 20 km, nekem 16 centi. De igen, de múltkor a folyosozáson a felére esett vissza az aksi teljesítménye. Hát ez tehát attól függ, hogy húzod, azt tudod. Igen? Hát persze, hogyha nagyon mész, akkor többet teszik. Tehát, hogy 10 körül így többet eszik. Hát így hívják, hát miért? Nem, hát akkor többet fogyaszt. Hát csak van itt egy tápkábel, ma valahogy rátöltünk egy kicsit. Hallod, faj az ampereket, öcsi. Sima laptop töltővel egyébként. Sima egyszerű kis, mely ez jack dugó, vagy nem tudom mi ez. Na itt rápirítunk majd agregátorral, és utána 10 után itt berollerezek. Úgy jelölve vannak rajta sebességek, hogy, mit tudom én, teknős béka, csiga, igen, nyuszi, nyúl, gepárd, vadászgép áthúzva, űrhajó, és az izé, stop, stop. No panic, agy, no panic. Mert a gondolat sebességével is. Igen, a fénysebesség. Egy zseblámpa fénysebesség. Egy zseblámpa fénysebesség. Azt mondják, hogy nekem 20 kilométer. Az egy az 20 km. Akkor Zalaegerszegre még nem tudsz átérni. Csak két töltéssel. Ha meg kell állítod. Ha megállok valahol. Ha megállok és mennyi valahol idő tölteni alatt tölt föl? Hát én most egész éjszaka töltöttem, nem tudom. Hát akkor ez egész hétre elég lesz. Most kisütöttem az aksit. Most körben túltöltöttem. De semmi tölteni valót nem találtam fent az interneten, kicsit irigyel. Na, Győri Etót nézte valaki? Drága hallgatók, nézzétek? Hatalmas siker. Akkor valaki mondja, hogy mit nyertünk meg? Mert hát olyan, amit megnyertünk, és megvittük valamit, amit tavaly. Így van, hogyha a kedves közösségből valaki el tudja mondani, akkor ne együk el a kenyerét, akkor nyugodtan. Akkor mondja el nekem, de tudom, EHF hogy kupa győztesek vagy. Milyen kupa? EHF. Hát nem EHF. Bajnokok Ligája? Igen. Nem BL-t nyertünk? Akkor Bajnokok Ligája. De köszönjük szépen, nagyon fontos volt, hogy azt is megnyertük. Ne menj el. Várjál, hát lehet, hogy azt is megnyertük. Hosszabbításban nyertünk meg 27-26-ra a BL döntő. Ott a mester. Ott a mester. És ez azért fontos, mert ilyen Final Four van, azóta ezt senki nem tudta megcsinálni. Hogy megvédje. Címvédést. Így van, címvédést. Úgyhogy ezért ilyen nagyon-nagyon boldog. Gyakorlatilag a Győrnek a történetében a negyedik alkalommal, és hát ahogy a kérdés mondta, egyébként itt egyetlen góllal hosszabbításban óriási dráma után és hihetetlen hangulat közepette, fantasztikus. Görbic játszott még? Igen, játszott. Igen, 3 gólt lőtt, igen. És micsoda védés volt. Nem úgy, hogy minden évben visszavonul, minden évben megsiratjuk, aztán mégis játszik. Nem vonult vissza tavaly a BL győzelem után. Az, hogy ez a többieknek mindig, mert hogy akkor búcsú meccs az anytának, és akkor mindig a többieket húzza. Jó, de vajon mi volt az a kézilabda meccs, amit a leányzó említett? Az vajon mi lehet? Az EHF kupa? Nyertünk egy EHF kupát? Nyertünk közben EHF kupát? Volt már. A magyar kézilabda, a női kézilabda történetében már nyertünk EHF kupát, most nem. Jó, hát ez lehet, hogy egy hosszú hétvége volt. Vagy pedig, vagy olyan friss az információ, hogy senki nem tudja, mi éjszaka egy kis útjiba egy EHF kupát is beúsztunk, de fantasztikus siker, hát csodálatos, és hát olyan közönség meg olyan hangulat előtt, hogy félelmetes. De azért egy ilyen egygólos billegő győzelem, az milyen? Hát egy gól, tehát és azok olyan hosszabbítás van. Igen. Uh-huh. Hát és ráadásul ugyanúgy a tavalyi ellenfél elől, megint ugye el lett előlük csaklizva ez a bajnoki cím, ez a BL bajnoki cím. Hát akkor ők most nem szeretnek bennünket? Nem, mert ők azért szerintem respektálják a teljesítményt, tehát ők tudják, hogy hát ha nem is sokkal, de ennyivel mindenképpen jobb volt náluk, hogy tavaly is és idén is, úgyhogy szegények ott a díjátadásnál is egy hát picit azért. Jó, attól nem sajnálom őket. De ott volt a lehetőség, fölé dobtad. Igen, azt mondják, hogy két rossz helyzet van, a második meg a negyedik. Igen. Tehát, hogy elől vagy barhára. A második barhára, az elbukta az aranyat, de a negyedik meg nyomott semmi. Igen, pont nem jutottál fel a dobogóra. Na, jönnek az SMS-ek már egyébként, meg hát egy-két ismerős arcot is sikerült azért felvenni. De hogy, hogy reggel gyerekek, kibe akadok bele? Kibe akadtál? Nem, hogy nem mondd már, hogy nem ismerd. De csak nekem most pont a hangszóró mögött, tehát én már reggel kiszúrtam a tömegből, viszont új a séró. Tehát
kell, hogy mondjuk, hogy egészen új a séró. A gyerekek, itt van a tavalyi év sztárja, aki végig követett bennünket. És úgy látom, ez idén sem lesz máshogy. Így is van, Jani lelkitársa, támasza. Ki, itt van a feleségem is? Igen. Itt van Ábel. Aki már a szálloda előtt. Úgy ezt a sérót direkt Jani kedvéért csináltak. Komolyan? Ábel, hello, jó reggel, ciao. Nagyon menő ez a séró, oldalt felnyírva, igen. Fölül egy kicsit hosszú, nagyon jó. Mutatós. Igen. Kicsit ilyen penzliszerű, tehát hogy a teteje, mint a festékes maradt volna, az tudatos, igen. Az a szín? Nem. Mivel most szóval nem. Mivel most a haját? Hidrogénperoxiddal? Tényleg, mi történt? Semmi. Nem akar róla beszélni. Meghalt a fodrásza. Meghalt a fodrásza, valószínűleg saját kezébe vette az irányítást. Én tudom egyébként, hogy konkrétan miről van szó, mert ugye általában az szokott lenni, hogy a fodrásztaloncoknak minden évben rendeznek ilyen vizsga lehetőségeket is. Így van, és akkor olyankor viszonylag kevés összegér, sőt, még azt hiszem, hogy fizetnek is egy kávét, üdítőt, meg egy szelet csokit, lehet kísérletezgetni. És hát gondolom, Ábel elment, és azt mondta, hogy gyerekek, amíg... Mellír lett volna belőle, de ez lett. Mellír lett volna belőle? Igen, de kicsit az anyagát is megkóstolta a festék, úgyhogy most egy kicsit bevörösödött, Nekem egy kicsit mood is, de... Mivel jöttél, Ábel? Itt aludtál? Ma reggel jöttél, a híd alatt aludtál, szállodában aludtál? Hol, merre jártál? Itt aludtam, egy szállodában. Egy szállodában. Mikor indultál tegnap? Délután 3-kor. Délután 3-kor már elindultál. Aha. És jössz végig velünk a turnén? Aha. Márhogy Janival. Jó, oké, okay, jó, hát ez mindenképpen. Gondolod, hogy nem. Gyerekek, hát ugye Ábel most már van kabala figuránk, tehát nem olyan, hogy olyan ember, aki kíséri a rócsot, most már hiányozna, ha nem lenne. Tavaly, ahogy jött velünk, akkor ilyen esős rócsunk volt? Hogy... Tavaly volt egy nagyon durva esős hetünk, akkor, meg volt, amikor jó idő volt. Mert akkor föl kell áldozunk Ábel. Tehát ma rituálisan 10-kor kinyírunk, hogyha miattan esik. Figyelj, igen, hát van... Már szerencsét hozok úgy, de... Ja, na ez az, erre céloztam én is. Nem feltétlen, csak tényleg valahogy a holnapi esőt Zalaegerszegen azt ússzuk meg, mert az valóban komoly lesz. Oké, na azt mondja, hogy a kézilabdában olyanokat csináljuk, mint a fociban a Real meg a Barca, írta nekünk valaki. Ez kiváló hasonlat, így van, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy szuper benneteket élőben látni, örülünk, hogy itt lehetünk, Eszti Szilvi Zalaszentgróti Varrodából. Jó reggel, csajok, hello! Sziasztok! Bár Varrodából ilyen korán reggel hozzánk, hello, ciao lányok! Varrodából, hello! Áramszünet van, és ezért el tudtunk jönni. Jó, valljátok. Elvágtátok a kábelt éjszaka, mi? Igen. Az egész szög leállt, és így álltunk. Kinek a férje vágta át a nullás kábelt éjszaka, hogy eljöhessetek az Alaszentgróti Varrodából? Igen, picit. Szuper, hogy itt lehetünk. Picit átlátszó, hogy a tápkábel mellett találtak az átvágott tápkábel mellett egy szabászóló, de... Igen. Hány kilométer Zalaszentgrót? Itt van a közelben, nem? 60. 60. Nagyon szép hely. Csak olyan, akkor kiadják, hogy nulla munka, ma pihi igen, van? Igen, igen. Ami keresik az okát az áramszünetnek. De nem tudják, hogy... Nem, előre be lett jelent, vagy áramszünet lesz. Ja, értem, tehát ez előre bejelentett szabotás akció volt, szóltatok ki pénteken. Aha, értem. Így van. Pénteken jeleztétek, hogy hétfőn... Tűrjéről és Dabroncról jöttünk. Tényleg? Tűrje, Dabronc. De jó, szintén áramszünet? Igen, mindenhol áramszünet. Jó van, lányok, köszi, hogy itt vagytok, jó mulatás. Majd szólok, ha írt a főnök, hogy megjavult az áram, mehetek dolgozni, igen. Na, azt mondja, hogy itt vagyok, Békés Csabán, merre vagytok? Jó, hát ez... Picit várjál, még sütörtök reggel ott vagyunk, de addig tarts ki. Igen, ezt mindig megkapjuk. Jó reggelt szólókról, ez Áki írta nekünk, valamint a holnapi Zalasz egerszegi bögrét már elkérték. Cserébe aláírhatod az elmentest. Milyen jó biznisz ez, nem? Milyen jó biznisz. Hát csak mondom, hogy így múlik el a világ dicsősége, gyerekek. Vagyunk, mint az ország. Nem rossz, nem rossz. Így múlik el a világ dicsősége. Egy papír pohárból kortyolgatom Judit puha kacsója által készített egyébként remek kávét, de hogy egyelőre nem sokan fogtok már Judit is csinálta. Már nem is hostess lányok. Papír pohár, nem a hostess lányok. Erősen porból, erősen gépi. Aha. Vagy hát nem poros, vagy nem tudom mi ez, úgyhogy esik az ázsiom, úgy látszik. Tavaly még tejben vajban különöztettek bennünket. Legközelebb Andy Vajna jelenik majd meg, kocsolsz egyet kávémból, bár. Ahogy a büdzsé csökken. Tavaly ilyenkor volt az első kitelepülésünk a rádióval. Emlékeztek? És azt is megmondom, Nyíregyházán kezdtünk talán. Az volt az első. Igen, és egy hatalmasat zabáltunk előtt egy olasz étterembe. Mondja? Még étterembe mentünk. Lejött a vezetőség. Étterembe mentünk. Ó, hátba veregetés, de jók vagytok, srácok. Papír pohár, sehol senki. Érzitek? Ez egy érzitek? Érzitek, srácok, hogy ez... Legközelebb ez lesz. A Balázsra a kortyói kávén volt, Timi, adja pitét be. Igen. Az őszi kitelepülése már nem lesz tetej az üveg stúdiónak. Na jó, gyerekek, egy van bögre, én ma megkeresem. Ha nem, akkor szerzünk egyet, veszünk egyet. Nem szerintem, Judit egyébként rám nézett reggel, pánikba esett, és igen, azt mondta, hogy ha van bögre, hanem adjatok neki egy kávé.
Dupla koffein, dupla koffein, dupla cukorbali, hozom a kávédat. Viki küldi, nekünk már úton vagyok Zalaegerszegről. Várjatok meg, legalábbis azt hiszem, hogy Zegről. De ez lehet, hogy nem Zalaegerszeg, hanem Zeg. Igen. De miért nem, vár meg, hogy... Vagy igen. Ha Zemegény, egy picit arrébb van még. De miért nem várja meg, hogy holnap oda menjünk? Mert holnap jól? Is jön. Ő a követő szerintem, ő is. Hát ez jó, ne csak pasi követőink legyenek, tehát legyen egy csaj is, aki végig rócsózza velünk, nem? Hát azért egy mindenre nyitott 30-as kísérlet. Hát persze, így van. Mondd meg őszintén, van. János, ezért rábelel sincs gond. Államszerűt se akadály, van nálam elemes is. Gondoltam, hogy tegnap este becsöngetek hozzád éjfő körül, mert addigra fejtettem meg, hogy 4 darab ceruza elemmel világít a rollerem. Ugyanis van első és hátsó lámpája, de gondoltam, nálad minden van. Biztos van a kis hátizsákodban 4 darab varta elem valahol, a biztonság kedvéért ceruza, 9 voltos, mini ceruza, vékony ceruza, vastag ceruza, tehát nyilván egy túlélő kezdetet hoztam most is, de mondom, ezért már nem verlek föl, ha esetleg visszatér, majd ma reggel elkérem. Cipőd neked volt kint az ajtó előtt? Nem. Nem te voltál? Van ilyen szolgáltatás? Nem, ez nem volt. Szolgáltatás, egyszerűen csak valaki kirakja. Kihagyta. Az a baj, hogy én kitettem, hanem kitisztítják, hanem ellopják. Valaki kidobta a cipőt? Volt kint. Hányadikon laktatok? Második, ami a negyedik. Aha. A második, ami a negyedik. Ami a negyedik, tehát négyes gombbal mentél fel a második emeletre. Ó, őrült retro a szálloda. Őrült retro. Ajtó előtt volt a cipő, vagy ablak előtt? Az ablak ki volt nyitva, nem volt előtt üvöltés? Takarodj innen, személyek. Szerintem a szállodában, a szobában az a szőnyeg, azon még Deák is sétált a kiegyezés előtt. Az abban biztos vagyok. Őrül, imádom az ilyen retro szállodákat. Kirakta a Facebookra egy fotót. Hol vagy, Pali? Milyen szálloda ez? Micsoda partos szőnyeg? Nagyon jó. Az, Robertánk van, gyerekek? Nem tudom. Nem látjuk magasban. Ott van Roberta, na jól van, megnyugodtam. Jó, hát Roberta nélkül nem indítok kitelepülést, nem? Hát nem indulunk el. Hát ha most nem lennél itt, akkor pakolnánk. Az biztos. Vége. Mennénk oda, ahol vagy. Roberta nélkül nincs kitelepülés, ugye lesznek majd mizójátékaink is. És hát Roberta természetesen. Igen. Roberta. Roberta egy motores rocker lány vagy tolja. Igen, most kicsit berokkeresedett. Bőrcsek, fekete tudsz. Plusz pont. Aha. Ha most egy izébe jött volna, Barbie sportban. Egyébként rohadtul mindegy, hogy miben van. És azt gondolom, hogy az plusz 2 pont lett volna, a bőrcsek még plusz 1 pont. Egyébként. Tehát nagyon hibázni nem most, tud Robert. Most, hogy belegondolok, jöhetett volna egy melegítő alsóba is. Igen. Csak abban. Igen, MTK VM feliratta. Jó. Viszont Roberta nem számol most, nem számol most deciket, se litereket. Biztos adunk a szájába. De valamit majd mondunk neki, hogy valamit majd mondania kell, igen. Na jó van, oké, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, jó, aztán jövünk vissza, és akkor a 100 000-es dalfelismerős játék. Kezdjük azzal. Abból most csak egy van nekünk, egy ugye? Egy van, napi egy. Oda rakhatjuk, hova akarjuk. Tehát lehet a fekete fehér is, vagy a hármas ugrás helyett. Jó, hát én azt javaslom, hogy legyen a hármas ugrás helyett. Ez egy nagyon jó javaslat. A hármas ugrás helyett játszunk az egyik nagy játékunkat. Én azt javaslom, hogy legyen inkább a hármas ugrás. Hármas ugrás helyett játszunk az egyik nagy játékot. Van három nagy játékunk. Igen. De kirovod a lóvét az elején, kimarad a végére, érted? Van lóvé a többihez is. Mondjuk van egy csomó pénz, van készpénzjereményünk, van nagyon sok, igen. Abszolút. Megmaradt az a lóvé, amiből bögrét vettek volna neked. Hát, ott fognak, ahol tudnak. Érted, hát. Na jövünk mindjárt, pontosan 6:30 van, jó, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek nekünk. Jó, azt mondja, hogy Sopronból itt vagyunk. Jó, Beatrix, hol vagy Beatrix? Itt van Beatrix. Hol van? Beatrix, hello, igen, Beatrix, igen. Vagy megszólaltatod, vagy lemészáról SMS-ben. Ő az SMS killer csapatunkhoz tartozik. Minden reggel ír, de ha rosszat szólsz, akkor azonnal véget van. Mindjárt megszólaltatunk Beatrix téged is. 6:30 van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan, 1 perc múlva, hello mindenkinek. Jó reggelt, Szombathely, főtér a helyszín, itt vagyunk. A Centrum áruház előtt. Látjátok, hogy még egy ilyen Centrum felirat, ott a Centrum. De, ott van, nagyon jó. Igen. Üdvözöljük. Azt hittem a üdvözöljük Budapesti. Áruház. Üdvözöljük áruházunkban, imádom. Kínálattal várunk. Kiváló kínálattal várunk minden kedves érdeklődőt. Na kérem szépen, itt vagyunk, hát igen. Hát szóval, alakul. Na, alakul ez az alakul. Idő, lesz itt tánc. Megzisztünk hátul egy ilyen felhőtérképet, az van csak fölöttünk. Aha, igen. De hát megrendeltük volna. Nézzétek, ez abszolút szerencse kell, tehát hogy a másfél hónapos melegrekordos júliusi nyár az ezen a héten pihen egy kicsit, ebbe azért úgy bele kell nyúlni. Szóval ez csak a nagyok tudják, hogy ha akkor mennek rócsor, amikor senkit nem fenyeget majd a kánikula, amikor senki nem dől le balra vagy jobbra 30 fokban, ha nem készítjük az esernyőket. Jó időben hülye is tud menni. Persze, jó időben bárki el tud menni. Meg ilyenkor dől el, hogy ki az igazi hallgató, igen, aki az elkötelezett rajongó követő, igen, aki elmegy áruló. Azt nem is szeressük. Aki elmegy áruló, aki nem jön ki áruló. Aki visszafordul áruló, aki meggondolja magát áruló. Csak
csak az az igazi barát, aki itt marad az akadóesőben. De egyébként szerintem a hangulattal nem lesz gond, a szombathelyek itt vannak, lelkesek. Most még. És azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy nem lesz semmiféle probléma, mert a Despacito után is itt maradtak. Biztos, hogy nem lesz semmi baj. Maradsz, ha esik? Mert mi itt vagyunk az üvegstúdióban. Igen. Marad. Igen. Honnan jöttetek? Hello, Szombathelyről? Nem, Zsiráról. Zsira? Igen. Zsira. Áramszünet? Undról. Undról. Und? Undról. Undról. Igen, és csináltál egy kis táblát, hogy Balázsék. Tudod, ezt vittem Sopronba is. Hát, hazudnám, ha azt mondanám, hogy igen, erre emlékszem, de most ez így nincs mi meg. Mi voltunk, pénteken emlegetted, hogy 16-an voltunk Sopronban, akik kitartottak. A szakadó esőben álltatok végig, tudom. Igen. Az milyen kegyetlen volt, az igen. Volt. Nekem nem, mert az üvegstúdióban voltam, de hogy nektek ott kint, igen. Elment az áram. De már itt elment az áram, már villog itt, villog itt a lámban. Lányok, köszi, hogy ilyen lojálisak vagytok. Und, undról. Nem lehet, hogy az undiak hozzák az esőt. Tényleg? Próbáljuk ki, hogy egyszer nem jött. Hagyjuk ezt egy csitarom. De látom, ilyen kis helyes esernyőt tettetek azért oda le a földre. Tartalék. Tartalék. Ja, hogy tartalék. Tartalék esernyő. Ne legyen rá szükség. Látszik egyébként, hogy még nem ért le a kávém. Beírtam, hogy undor. Undor sajátos kellemetlen érzés, amely különösen. Aztán nem, azért mondom, hogy még nem ért le a kávé. Aztán jöttem rá, hogy undról. Mindig megnézem. Mindig megnézem a településeket, amikről még nem hallottam, hogy undor, mondjam. Hát szegényeket biztos sokat szivatták a idején, de. Ah, Istenem, gyerekek. Jó, hát így korcsolgass el a kávére, de nem rohanunk, nem rohanunk. Jó van, Roberto is itt van, gyerekek, a Mizó is itt van, a Opel-es játékunk is jön nem sokára, úgyhogy minden lesz itt. Egy kis eső, de hogy van, sok az eső után átjön velünk majd a Zalaegerszegen, egy kis felhő követ bennünket, mint a Tom és Jerrybe? Igen? Mi, jön velünk végig? Mint a macagó húznánk. De azt olvastam egyébként, hogy péntektől újra napsütés, úgyhogy nem elkeseredj. Péntektől újra szikrázó napsütés, hétvégén újra melegrekordok. Mondjuk egész délelőtt azt, hogy a következő állomásunk Sárvár lesz, és akkor hátra oda megy. Tereljük el az eső felől Sárvár felé. Ez egyébként jó ötlet. Oké, okay, nagyon gyorsan egy-két SMS, Trafi az 54-esen, Nemesnád udvaron, Puszi Timi, illetve jó reggelt Balázsik, nem ma van a 24 órás Trafi Pax maraton? Kérdezi valaki, a biztonságedvért intéztek egyet a szállodához? Intéztek egyet a szállodához? Bali, jó fajta, Sasu küldte nekünk. Hát ma országos maraton? Ez bizony így van. Igen. Mert tegnap is nagyon sokan voltak az M1-esen. Már készültek. A maira. Igen? Gondolom. Ezt lehetett tudod jelenteni, hogy te hol akarsz trafipaxot. Egyszer mi a Teve utcához tetettünk egyet, hát úgy szerettek a Teve utcához, igen, meg leraktuk a bocsiékhoz is, a Music FM-re egyet leraktunk. Bajtársiaság és jó indult. Jó, hát azt hallottuk, hogy Gábor. Az jutott eszünkbe. Száguldozik ott a Bergával, hát lerakadtunk oda egyet. És akkor most nem száguldozott egy ideig. De azt le is rakták, meg a Teve utcán is lerakták. Tök jó fej volt a BRFK, vagy az ORFK. Hallották adásban, hogy a hallgatók szavaztak, és tényleg lerakták egyébként saját magunknak a Teve utcáré. Kíváncsiak, hányan szaladtak bele? Őt örültek neki, mert nem kellett messzire menni. Egyébként csak lesétáltál, fölraktad, hadd szóljon. És akkor most, de most nem raktunk ide. Most nem. Nem. Nekünk állandó trafink van, csak mondom, a tízes úton. Tízes út. Én kaptam tőletek születést. Ja, Véda, az volt a Véda. Hát. Ezt pont egy éve kaptad, igen. Igen, és nagyon várom, hogy a lóvé végre becsörögjön, mert egy 5%-ban megállapodtunk. A kicsit visszahozta az olyan. Hát persze. És utaltak? Nem. Nem ilyen világ ez. És jóváírás se volt? A többiből? Igen. Ó, most izgulok tegnapról. Gyorsan jöttél? Dehogyis, sosem megyek gyorsan. De miért nem vazézol? Jani. Miért nem vazézol? Mert mire szól az a szar addigra ja, már? Ja, hogy süket vagy és nem hallott. Hát tett közelebb a telefon. A vaze nagyon jó. Előre szól. A izéket nem mondja a telepítetteket, nem mondja a szemét. Azt mondja, hogy izé van autó az út szélén, meg ilyeneket. A szerintem mondja a telepítettet. Nem, a telepítettet nem mondja. Na, kisütött a nap. Nem. Nem, a diszkolámpák. A diszkolámpák kijulatok a szúdiótetén. A látvány. Szóval nem mondja? Biztos vagy te ebben, hogy nem mondja? Szerintem nem mondja. Ki vazézik közül? Vazézik valaki? Vagy vézezik. Mondja a telepített trafi? Igen? Mondom, hogy mondja. A szemét. Mondja, ugyanúgy, persze. Vagy, de legalábbis ikonnal biztos, hogy jelzi. Az ikonnal jelzi, csak a telefon nem van. Én annyi felé nem tudok nézni, érted? Előre, lefelé. De azt mondjátok meg nekem, hogy miért zárják be a benzinkutakat este 7 órakor? Annak mi az értelme? Ha van egy benzinkutat, nem megy oda tankolni senki. Ha nem éjszaka, akik ismerjék. Reggel este 7 órakor. M86-ról lecsűrök, tudod, ahogy lejössz az M1-ről, mész az M86-ról, az egy ilyen kétsávos. Uh-huh. Nagyon jó. Talán még a Lajos építette. Pedig nem ezért jó, de hogy ez... az utolsó munkája Lajos. Második Lajos. Második Lajos építette. És hát az a koppon lévő száraz tank, amikor már azt írja, hogy nulla,
0-0, SOS és... Minuszba megy. Minuszba vagy. És most már a felesett réfa, ez a, most már tényleg nem vigy. És a kocsi könyörög is, kisgazdám, kérlek, tényleg hiszel. Itos meg! Mondom, látom balra, mert benzinkút, csak hát le kell jönni ugye az M80-ra. Ki volt körforgalom? A4. 1986 óta zárva. Igen, kicsit pókálos volt. Igen, ugyanígy 80 napos tehén eladom. Nem, mondom, lecsűrök, tudod, és mit csinál hülye? Meglátom benzinkút, akkor padlóval végig körforgalom, az utolsó csepp fogyjon el, mint Nigel Mansell-nek fogyorod a 88-ba. Megyek, és úgy gyanús volt, mert sejt, sehol senki. 20 perc dudalás után se jött elő senki. Berakom az egyiket, nyomom. Nulla. Nem indul a kijelző. Berakom a pluszosat, mondom, na akkor majd most a pluszosat. Nem indul senki. Semmi. Egy csepp nem jön belőle. Egyszer csak világosság nyúlik egy közeli bakterháznak az ablakába. Egyszer csak kijön a bakter a levegőbe lő. Mit akarok én? Mit akar én? Állj, ne lőjenek. Oda megyek az ajtóhoz, bekopogok, benézek, tudod. De hogy ez egy rendes, nagy magyarországi hálózatot üzemeltető, három betűs adzsipkút. Sehol senki, érted? De nem este 10 órakor, 7 órakor. 6-ig van nyitva. Mondja a nagyon kedves hölgy, aki szintén rászaladt a cumira. De jó, hangzik. Az is volt. Hát mondom, akkor már ott vagyok, érted? Engem, fújjatok egyet. Nem csak az autó is kérte. Ittass meg, ittass meg. Hogy csorna mellett van a következő. Aha. Ami onnan 40. Ami egy onnan még egy olyan tízecske, húszacska. De úgy, hogy mondom, koppon. Figyelj, azt a könyörgést, amit én az autóba levágtam az autónak, tehát amikor megszemélyesíted, kicsit felgyorsulsz, üresbe gurulsz, kicsit felgyorsulsz, üresbe gurulsz, és végig könyörök, hogy bármit megteszek neked. Minden nap hetente kitakarítanak. Minden nap megnézem a guminyomást. Soha nem fingok többet az ülésbe. Soha nem pukkantok a kis bűrülésedre kicsi autóm, csak na most jó, ne ezt nem. Na jó, ezt sajnos nem tudom meg. Tudod, most is kaptam, de van. Csak könyörögtem az autónak, hogy ne hagyjon ott, mert már úgy elképzeltem, hogy te nyilván valahol nem tudom. A Laci nagyon messze, hát te nem vagy segítség. De jó. Te elindulsz két marmonkannával a köcsei falumúzeumból. Te vidáman zakatolsz valahol. Mondom, nagyon magányos leszek itt. Tehát, hogy kiállok stoppolni, az nagyon kellemetlen. És hát mondom, én épp hogy csak úgy balra-jobbra rángatva a kormányt értem be, a Csornaik útra egyébként, ahol aztán kiválóan megtankolták. De hogy 7 óra, akkor miért zársz be? Hát akkor ne üzemeltesse benzinkutat, nem? Vagy maradj nyitva 9-ig, vagy legyen kötelező nyitvatartás, mint a trafikoknál, hogy ki kell nyitnod, és valameddig nyitva kell tartani. Mert 7 óra, akkor ott nem tankol senki? Nem. Eddig mindig 6-ig tankoltak, érted? Ott álltak, szegény. Ott van egy megfejtő, csak közben mutogatja, hogy mi neki lehet, hogy kutat üzemeltet, látom. Aha, ott igen, jön a megfejtő, hogy hátulról. Hol vagy? De nem beszélhet meg, mert megölik. Csak és amikor benéztél az üvegen, nem láttál valakit mondjuk egy adzsipos ruhában, hogy nagyon küzd a pénztárgép. Mondtam, hogy zárjuk be 5 percen előbb. A főnök meg tudja. Szóval nagy kiszúrás. Tehát belugatják a mézes madzagot, majd bezárnak. És hát az neked ott egy oázis, érted, mint a sivatagban. De török kamionok nem ilyen akar, nem tudtál volna kiállni az útszélére, boxel alsóba, kiritik, üljél, pörge. Egy kis. Ugye, nem pénzem nem volt, benzinem nem volt. Bár náluk van. Igazából 20 liter gázolajért van az az állapot, amikor bármit megteszel. Jusufnak, a török tíres kamionosnak. Így a hungris menyecske. Ungri se menyecske, itt van egy magányoska. Na mindegy, odaértem, de hogy erről tudtam már, hogy akarok erről beszélni, hogy ez egy hálátlan dolog. Na, és begurultál volna a kis rollereddel. Hát nem? De nem volt feltöltve. Nem volt feltöltve. A csutkán nullán töltöttem, tehát átrollerezhettem volna a csornára, egyrészt valószínűleg elütnek az M86-on. Megyek ott a kis rollerem, mert kettő, hát akkor az még zéró volt. Így szereltem össze a szállodába. Azt viszont meg tudtad volna oldani kertes házaknál. Marika, gyere, megilukják az áramot, lukják az áramot, gyere már! És ott bemásztál volna, valahol bedugtad volna a tápkábelt, tudod? Elnézést, előjönnek csak ebben! Elnézést, csak előjönnek! Sebessé Balázs vagyok, csak a rolleremet töltöm! Fú, ez nagyon jól néz ki, hogy elővettétek az esernyőt, erről csinálok egy bumerang. Ez nagyon jó hangulatelem. Annyira jó volt, hogy egyik pillanatról a másikra száz ember elővette úgy az esernyőt, úgy de jó az esernyő, úgy Isten. Egy hatalmas középső új van rajta. Száz ember hirtelen egy pikpak elővette az esernyőt. Na, jó, most halt meg a buli. Nehogy halt meg, nézd meg, nem ment senki sehova. Ezek szerint elkezdett esni? Nem, hát mi van, ha itt egy ilyen kollektív tudat, ez egy flashmob, érted? Vagy mit tudom én, előveszik itt hirtelen félnek, az esernyőt. Félnek, hogy kiszívja a színét a ruhájuknak a nap. Hirtelen megbeszéltek a szobatejék egy ilyen lepjük meg baliékat 3-4 hét után egy flashmobbal. Na, oké, hát kitartás.
Jó? Elmegy. De nem tudok mit mondani, én is utálom az esőt. Oké, itt van a játékosunk, Zsülci, beleférünk még, vagy beleférünk-e még, vagy mi? Bele, azt mondjuk. Oké, itt a játékosunk. Jó reggelt, hello Jenny! Szia! Szandi, mindjárt beadjuk a... Szandi. Hát, hát, hogy nekem ide nem Szandi van írva. Sziasztok! Szandi. Igen. Nagyon. Ja, ott vagy, Szandi. Ja, az más, oké. Okay. Így van, Szandi több nével fut, hogy ne tudják beazonosítani otthon. Igen, Szandi, nem közel láttam, hogy más van idejével, csak én néztem. Honnan jöttél, Szandi? Csipkerek? Nem itt van, 40 kilométer körülbelül. Csipkerek. Jöni már rá is keres. Igen, csipkerekre. Csipkerekre. Ajjaj, Szandi. És hoztál esernyőt? Az autóban van, megyünk dolgozni. Mentek dolgozni, mit dolgozol? Hát azt szerintem nem szeretnéd tudni. Na, most kezdett el igazán érdekelni. Aha, de igen, eddig azt mondtad volna, hogy fogászati asszisztens vagyok, elengedett. Tökéletes felvezetés. Nagyon sűrű levelezel velünk szerintem. Sűrű levelezek veletek? A büntetés végrehajtás. Most. Bőr és nemi beteg gond. Urológia. Külditek ki a trafit? Ő a trafis csaj. Vas megyéből. Igen. Te írsz mindig nekem. Azt a mindenit. Szoktál? Igen. Szoktad küldeni? Emlékszel, hogy küldtél? Igen, küldtünk itt a csajokkal. Igen. Küldtetek. Mm. Nem lehet meghekkelni valahogy. De valami plusz tegyetek oda, valami szia Bali, ne haragudj, smile itt a kis borítékra. Igen, mert én mindig látom, Vas megyéből érkezik a levél. Ó, hogy mondom, miért nem költöztek el egy kicsit a határ másik oldalára, de érkezik. De Serényen külditek. Igen. Tehát, igen. Igen. Túl rendesen. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ti nem lopjátok ott a napot Vas megyében. Nem a kutya fáját. Külditek, és mindig meg is érkezik. Most, hogy ismeritek egymást, most egy kicsit személyesebbé is lehetetek. Kedves Balázs, és az a vége pedig alájra. Tudod, Szandi, vagyok, emlékszem. Szandi csipkerekről. Ne haragudj, ez most egy 60-asba fog fájni. Most már kérlek, fizess be. A legutolsó te küldted, most nem jött, hát nem olyan rég. Nem? Ezt így nem tudom. Hát külön osztályod van. Én ott egy egész felső szintet eltartok. Csak mondom, hogy egy 30-as jött most. Hát elképzelhető. Igen, csókoltatom a kolléganőt kezét, aki postázta. Nem kell száguldozni, jó? Igen, egy 50-es táblánál valami 68-ba. Tehát nem volt egy ilyen nagyon vészes, egy 50-es sima 68, hát 70. Ez már épp elég. Azaz, ott beleszaladtam. Mi is tudjuk a szabályokat, nem kell mondogatni. Persze. Az pont elég. És akkor te ott rangban vagy? Valamilyen rangban? Mert ha rendőrségen dolgozol, akkor... Tehát nincsen vagy őrmester, vagy semmit. Na jó, hát és kivel játszanál? Ezek után, hogy így elmondtad, hogy... Jó, hát ezek után, hogy ezt így elmondtad. Hát szerintem hármunk közül az egyetlennel, akivel nincs levelező viszonyban. Igen, akinek hát, velem kell elmélyíteni a kapcsolatot Szandinak, érted? Hát veletek kapcsolatban van már évek óta. Igen, de szerintem lehet, hogy csak a hírek után, mert megcsúszunk. De ha már Szandit így felvezettük, még kicsit beszélgetünk vele, így megdolgozzuk a hírek alatt. Jó. Hát, ha jobb belátásra bírjuk Szandit és osztályát. Hát, ha van ott valahol egy vegyes tüzelési kazán, ahol el lehetne súvasztani. Nem, abszolút Szandi védelmében azt kell mondjam, hogy nem, nincsenek kegyelem, vagy figyelemben. Se arra, hogy kinek külditek. Tehát a főnök azt gondolom, hogy elégedett lehet, mert serény. Hát nem unatkozunk. Tessék? Nem unatkozunk. Van mit küldeni? Van. Napi mennyi megy ki? Hát fejenként olyan 150 körül. Jó, tegyük hozzá, hogy nem én vagyok. Ebből csak 20, nehogy Balázs. Igen, hogy félreértés legyen, azért ebből nem én vagyok. Igen. Tehát én most egy körülbelül fél éve nem kaptam. Szadiga, Sebestyénnek elmentek már a mulyak. Igen, Kovács 10-es, ilyen Kovács 10-es. Igen, 10-es tudom, hogy jelentem, igen. Szadigával szállt, elopjuk a napot. Jó, amíg a lábkocsak is kell küldni kettőt. Na jó, elmenjünk egy picit hírezni, jó? Aztán jövünk Szandival. Esik, igen, valóban. Elkezdett esni. Cipőt váltok. Igen, elkezdett esni. De hát se baj, az igaziak ekkor is kitartanak. A puhányok elmennek, feladják, mondjuk ezt egy száraz fűtött stúdióban. Igen. Jövünk mindjárt egy perc, vagy 7 óra, itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 13 percen. Ha valaki küld még egy napsütéses képet... Miskolcról, Budapestről, vagy bárhonnan. Azt megkeressük! Örök életére kitiltjuk a Viberről, az SMS-ről. Elintézzük, hogy ne legyen nála a frekvencia, és küldjük egy esőfelhőt. És a küszöbére szállunk! Aha, ez jó. Ez jó. Ti is halljátok, amit én hallom?
reggel. Ki azt, ha én na. Na jó, kösz. Most megvan. Bocs, belerúgtam egy optikai kábelt, elrúgtam, mint a pult alatt, nál rúgjatok. Nem, gyerekek, ez vagy dörög az ég. Szóval, hogy itt ekkora vihar van most jelen pillanatban. Tényleg olyanok vagyunk, mint a Tom és Jerryből. Tudom, hogy így egy kis esőfelhő fölöttünk esik, 10 kilométerre egyébként, hát egy kiváló idő van. Tehát abszolút Szombathelyű 10 kilométerre cikrázó napsütés. De most itt egy kis szakadó eső és vihar. De nézd meg, legalább tudjuk, hogy mi a 2018-as esernyődivat egyrésztről. Mm-hmm. Látom, hogy sokak azért cégesben utaznak, az nagyon jó. Tehát egy kis repi ajándékunk cégesen. Kettő nagyon-nagyon felkészültek. Igen. Egyébként a hallgatóim, mert mi abban a pillanatban, ahogy megérkezett a vihar, mindenki ráreagált egy kicsit, rárezonált és elővette az esernyőit. Minket nem lehet elküldeni a hallgatóinkat. Gyerek. Tudjátok, mit csinálunk? Nagyon gyorsan összepakolunk és átmegyünk Győrbe, ott jó idő van. Gyertek. Igen, Miskolcon is kapjuk a napsütéses képeket egyébként. Igen. Most látom, hogy viszont valószínűleg forró eső esett, mert Ferinek összebent az eső. Ekkora van. Ez a maximum. Nem hiszem. Tényleg? De jól áll egyébként. Nem rossz, hogy mindig lásd az órádat, hogy úgy... Igen, nem kell fölhúzni. Mosásból jön a kabát? Ha nekem meg azt mondták, hogy kismeret már nincsen. A cseréljünk. Jó, de akkor ez lesz a kicsi. Olyan cukik voltak egyébként, a Szombathelyiek volt, aki, mint komolyan mondom, mint a karácsony lenne, úgy örült a strandlabdát. Jó lesz az még nyáron. Egyszer lesz még jó idő. Figyelj, meg víz van hozzá, lehet játszani. Na gyerekek, térjünk akkor gyorsan vissza a játékra, ugye Szandira. Szandiról megtudtuk, hogy ugye hát ő küldi azokat a kis levélkéket, vagy ő is, és hát serénykezű kolléganői. Vas megyéből azokat a kis leveleket, amiket ugye hát kapunk, ha gyorsan hajtunk. Ferenc is én egyébként a lista élén szerepel. Így van, már visszahúzta a nadrágját, mert el lett fenekelve, amíg én kint dedikáltam. Igen. Egyébként mondják, hogy írt egy hallgató, hogy nem rangja van, mint egy hercegnek, hanem őrmesteri fokozat. Igen. Te helyretettek azonnal. Helyretettek a hallgatók, igen. Hogy őrmester vagy? Nem vagyok rendőr. Ja, ne, te nem vagy. Uh-huh. Nem vagy rendőr. És a kis jobb kezeden ezen a szorítókötés sok volt a meló. Én hüvegyulladásod van, drágám? Tényleg. Megértem én. Kicsit meghúzta. Szandikám, kivel játszanám? Janival szeretné játszani. Jó van. Nem, hát egyébként nem tetetsz róla. Figyelj, nem kell gyorsan menni, és nem jön levél a Vas megyébe. Nem kell lenni az országban. Tehát, hogy küldjék csak azokat a leveleket, nincs az ebből a baj. Ebből a rendítés társaságból én vagyok az egyetlen rendpárti. Igen. Na hát legalább a picik tartsanak. Így van. Na, megvan az első jó pont a kitelepülésen. De nincs ez az. Eddig legalább Janinál jó voltál, de most ott is kiúrszad a gyufát. Legalább a kicsit tartsanak össze. Oké, induljunk, játsszuk ezt le, mert aztán egy másik játékunk jön. Jó, na, akkor 3-2-1 és hajrá! Na, jó van, a zene is megjött. Csipkerekről jöttél, azt mondtad, Szandi? Onnan. A Szandi az a Szandrának a becézett formája? Alexandra. Tudod, hogy az Alexandrának a férfi megfelelője az Alexandra Sándor? Azt tudtad? Tudtam így. Majdnem. Engedjük el, ide. Oké, és folytatjuk tovább. Én nem hallottam semmit. Mert jó szívek vagyunk. Így van. Zavar, hogy olyan pici vagy? Cuki a magasság. Cuki. Akkor én sem pici vagyok, hanem cuki? Cuki vagyok? Az. Kitelepülés után nem menjünk valahova. Eszünk valahogy krémes. Nem kell dolgozni. Dolgozni? Bizony. Ja, a céghez. Küldözgetni a bírságokat. Ott a vége, most viszont kijött az. Ott van Jani, jól van. Szép volt, Jani. Szandikám, nem volt egyszerű. Még 10 perc alatt a hírek alatt is megdolgoztunk, nem volt egyszerű. Most mit puncsolsz neki ajándékcsomaggal? Hát ez úgy is jár, persze. Az is igaz. Kitelepülés van. Így van. Majd megadom az új lakcímet, mert elköltöztem, jó? Hogy mindenképpen ismerjétek fel, ha nekem külditek, hogy legyen ott valami titkos jel a levélem. Okay. Szandikám, puszi, köszönjük, hogy eljöttél, puszi, drága vagy. Szia. Csokoltatom a kolléganőidet is. Így van. És a csipkerekieket. És az egész rendőrséget is csokoltatjuk. Köcsétek gyógyszerrel. Így van, kapják el a száj és körömfáját. Így van, aki küldezgeti a levelet, küldje. Költse gyógyszerre. Na, gyerekek, akkor... Melyiket akarod játszani, te? Hova menjünk? Úgy látom, Szombathely népe éhes arra, hogy játsszon egy jó kis Opel játékot. Így van. Úgyhogy szerintem vessük be magunkat az autóba. Nézzük meg, hogy mit tud a kis jószág. Uh-huh. És ugye négyen játsszák ezt a játékot. Mindjárt mondjuk a szabályokat, hogy mit kell játszani. Ez a Grandland X játékunk, ugye. Itt már azonnal egyébként 100.000 forint találhat gazdára. Na, ha ketten játszatok, akkor 50-50, vagy hát megállapodás kérdése nyilván. Hát lehet, hogy családban marad, így van. Egy dolgot én ki akarok próbálni ezen a Grandlanden. Na.
hogy ezt lehet... Várjál, a slusszkulcs kell hozzá, van nálad? Hol a slusszkulcs ennek az autónak? Kérdezd meg a parkolóasszisztens. Van? Add ide. Kérdezd meg az egyik hallgatót, aki már elrakta a slusszkulcsot. Ez azt mondja, hogyha nálam van a kulcs, és lábbal lendítek, akkor ki fog nyílni. Na! Várjál, de ne úgy csináld, mint aki be van rúgva. Hát de másképp én nem tudom. Ez egy láblendítéssel nyitható csomagtartó, hát ezt nem úgy kell. Ja, hogy oda kell tartani. Várjál, megcsinálta! És ott is. De ez neked jó egyébként, mert amikor mászol ki a kocsi alól hajnalban. Így van, ugye? És be akarok mászni ide hátra. És be akarnál mászni a sebbe, ha befeküdnél, akkor kicsit belógatod alá a lábad. És már be is szok feküdni. Vagy ahogy mászol ki a kocsi alól, akkor automatikusan, és nem esik rám az eső. És azt mondja, szia kisgazdám, de jó, hogy meg vagy, mász be nyugodtan a csomagtartóba. Mennyire király lett volna, hogy elhúzzuk a lábunkat itt a lökhárító alatt, és bentről egy hostesslány seprű nyíl fel. Hú, de csecse, be nagyon, nagyon kis csecse, gyerekek, nagyon kis csecse. És de csak most csukjuk már, vigyázz! Jánosnak amputáljuk a fejét azonnal. Igen, hát János még nem látott ilyet, van, ami már magán. Istenem, ez a SUV életérzi. Csak mutatom már, tehát van már magától csukódó csomagtartó, tehát nálad még egy ilyen kampó van. Öntől csukódó. Csak mondom, hogy megnyomod. Ja, és megnyomom a pirosat. Megnyomsz egy pirosat, igen, és lecsukódik nem, az ajtó. Nem kellett, mert lábbal meglendítettem, mert csukódik is. Tehát lábbal csukódik. Aha, így van, az emberek gyereke van, ez egy mókás tudlani szerintem. Megnyom. Nem, megnyomtam. Igen, na, oké, hát nézzük meg akkor ezt a kis autót, aki elmegy vele egy... Ebbe benne van az X-öcsém. Kettő darab játékos szeretnénk kérni. Ki az első kettő darab játékosunk, aki ki lett választva? Ott a ott már, hogy már előre megvannak a játékosaink. Gyerekek, nem esik ez annyira egyébként. Na, ki lehet ez, ugye? Hát ugye lehet ez bírni? Ki lehet ez bírni? Az undoriak. Undiak. Azt mondom, undiak. 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 Hello! Undi. Ti jelentkeztetek a játékra. Sziasztok. Hello, két nevet szeretnénk kérni. Lia. Móni. Móni és Lia. Oké, mondom gyorsan a szabályokat, hogy mi lesz. Ugye a lényeg, hogy mennyire vagytok jók logisztikában? Talán azért, mert talán jók vagytok. Egy percetek lesz arra, hogy imitáljunk egy családi bepakolást. A család pánikszerűen elhatározza, hogy elmegy valóban nyaralni. Hirtelen eszetekbe jut, hogy elmentek valóban nyaralni. Egy perc alatt kell bepakolni az autóba. Ha ez nem sikerül, akkor ugye nyilván egy perc a részidő, ha pedig sikerül, megnézzük mennyi idő alatt. A lényeg, hogy mindent be kell rakni, jó logisztikai érzés az autóba, és megnézzük, hogy egy percen belül hány másodpercet sikerült. A másik csapat ugyanezt csinálja, értelemszerűen, aki előbb megoldja a feladatot, az nyer majd 100 000 forint készpénzt. Jó? Ez a feladat. Na, te gyere ide, és tartsad a Balázs fölé az esernyőt, mert elázik a haja a gyereknek. Hogy fog kinézni? Hogy hívnak, hello? Mira. A Forma 1-es pilotáknak van ilyen esernyőtartójuk. Ez nagyon menő, hogy ülnek a kocsiba, isszák azt a hosszú szívószálat, és közben tartják nekik az ernyőt. Mira nagyon jól tartja az ernyőt. Ugye nincs sok dolog, nem mész iskolába, nem? Mert Szolnokig jössz velünk, és tartom az esernyőt. Ráérsz? Meddig érsz rá, Mira? Az anyukájára nézett, ráérsz. Meddig ér rá, Mira? 3-4-8, akkor nincs messze. Addig meg vagyunk, 3-4-8-tól kérünk szépen valaki mást, aki vagy. Mira, kiválóan tartod az ernyőt, azért nagyon jó ernyőt tartod, vagy köszönöm. Igen, visszatérve egy picit a játékra. Tehát ugye logisztikailag tényleg érdemes úgy felépíteni a dolgot, de hát nyilván nektek már van erre a saját ötletetek, hogy először a nagyokkal kezdni, és csak a végén berakni Balázsnak a neszeszer táskáját. Ó, hagyjál sem el. Egy gurulós rózsaszín bőröndöt, igen, amin pakjok vannak. Amit kölcsön adott a játékkedvéért. Jó, hát valamiben vinnem kell a smink cuccomat. Oké, csajok, igazából rátok van bízva, hogy pakoltok. Az ülés, az egy érdekes dolog az ülés. Kinél van gyerek? Van gyerek valahol? Valamelyik családban? Mindenhol. Nekem kicsi. Hát akkor már volt közös ülés. Oké, az ülés az egyetlen, amit fix helyre kell tenni. Tehát az ülést a csomagtartóban nem fogadjuk el. Jó, az hátra tessék szépen berakni. Izofixes, kérdezem a kollégákat hátul. Nem izotónia. Nem kell, tehát nem kell bekötni. Jó, nem kell bekötni, tehát nem kell a... Csak szépen berakni, jó? Mert izofixes, akkor bekattintjuk, de nem. Úgyhogy csak szépen berakjuk. Oké, csajok? És csak a csomagokat, a térkőz ne nyúljatok. Tehát egy darab macska. Jó? Tehát itt van szépen ez a nagyon szép kis Grandland X-ünk, ahova akarjátok. Hát ez jó nagy, úgyhogy van benne hely, be tudtok szépen pakolni, úgyhogy mehet egy perc. Oké? Mert aztán jön a másik csapat, jó? És a végén valakinek be kell ülni, és beindítani az autót, lehetőleg üresbe, lányok, jó? Mert akkor azonnal ott az első sort kivonjuk a forgalomból, az eső miatt úgysem vagyunk annyian. Nem lenne jó, ha ott három ember azonnal átköltözne a más világra. El tudunk indulni? Egyébként el tudnánk indulni, tehát csak szépen üresben, jó? Oké. Okay. Azért rájatok el onnan előle, jó? Hát, ha egyesben van. Oké. Okay. Mehetünk? Na, órát indítjuk. 3, 2, 1, és tessék. Uh-huh.
Elindult a lábbalnyitás, nagyon jó, azt még szokni kell azt a mozdulatot, de nagyon-nagyon szép volt. Síléceink is vannak. Mutató. Aha. Azt a csomagtartóba. Az egy kiváló érzék. Hogy akarod te azt a síléceket? Hajtogass össze. Ott van egy look benne. Aranyom, nem sokat síeztem. Van look. Azaz. Szerintem ez egy ilyen... Csak nem vegy át. Jó, de az egy elvileg az arra van, igen, hogy oda egy hosszú dolgot be tudsz tenni. Júj, de igen, ha egy hosszú lépés. Egyelőre, ahogy látom, eltelt 16 másodperc, és sem. 26 az. Aha. Most néznek ki úgy, mint akik betörtek valóban és lopnak. Nem? Dobd a szajrét, dobd a szajrét. Igen, most elvitte a bal herémet a síléccel, de nem baj, mert... Jó, letéptük a kalaptartót. Viszont a másik csapat legalább megnézi, hogy lehet berakni a síléccet. Most fejeztük le a sofőrt. 41. Gyerünk. Pecabotunk is van. Egyszerre síelünk, egyszerre pecázunk. Egy érdekes családi nyaralás. Mindenre felkészülünk. Megy a muskátli. Húszózol vagy fenekezel? 10 másodperc. Pottyozol vagy harcsázol? 10 másodperc. A hűtőtáska. Nagyon retro a hűtőtáska. Csugla a csomagtartót. Úgy, most tetted tönkre a csomagtartót gombbal. Megyen. Hát szponzor most borult. Itt a vége. Megy a gép? Elindultunk. Üresbe, drágám, melyik mindenki meghal. Nálad a kulcs. Ha automata, akkor meg hagyjad P-be. Hát, az már nem fog beindulni. Jó, letelt az egy perc. Jó, és csak szeretném kérdezni, hogy szólaltassuk meg őket. Mivel az első ülésen egy irgalmatlan papírdoboz van, cica, te hova fogsz ülni? Előttessék, mondjad. Én elindítottam. Végülis jogos azért a Feri felvetése. Nem mondtuk ugyan, de érdemes úgy pakolni, hogy te még valahova beférjél, de ezt nem mondtuk. Jó, tehát, nem mondtuk. Tehát, ezzel az autóval utazni szoktak, nem tárolni. Oké, ez automata, tehát rányomsz egy kicsit a fékre, úgy, és akkor a start gombbal úgy beindítod. De mi volt a terve? Előbb az autó, aztán a jogsi. Van jogsi? Van. Vagy csak nem automatát vezetsz. Persze, hát aki nem ült még automatát, az, hogy nem tudja, hogy ott fékre lépsz, és úgy indítod egyébként, mert hát jó érzéssel a kuplungra lépsz, ha ugye manuális. Tessék? Az enyém kulcsra indult, át, nem. Jó, hát ez... Jó, de hát ez SUV életérzés. SUV életérzés, hát ez start gombos. Oké, jó, na... Mennyi az idő? Már nem úgy értem. Hát, kérlek szépen, 6 perc a fél, 8. Magyarul az idő. Egy perc, ez egy perc. Egy percnél egy kicsit több. Egy percnél egy kicsit több. Csajok, nagyon köszi. Egy perc, 5 másodperc volt a betakolás. Jó? Ja, bocsánat, egy darab lámpa kimaradt, nézzétek? Egy álló lámpa ráadásul. Tehát nem tudom, hova indultatok nyaralni, de álló lámpa nélkül az ember nem indul el nyaralni. Egy szenorizó kimaradt. De mert erre azt gondolt, hogy ez a közvilágítás. Ugye, ja, jó. Nem raktad be. Hát megértem, hogy nem vitte, de gondoltad, hogy szombathelyi kellék azért. Persze. Oké, csak szoktatok autóval járni egyébként nyaralni? Van ilyen családi nyaralás? Hát ritkán. Ritkán. Azt mondja, már nem szívesen megyek a családdal. Azt mondjuk, megértem. Oké, gyorsan kipakolunk. Jó, és akkor azt nézzük, hogy ez ilyen egy percre. Egy percre teszünk, de ügyesek voltatok, ajándékcsomag mindenféleképpen jár. Van egy ilyen kis fúrógépünk, van neszeszerünk, van virágunk, van síbakancsunk. És az állólámpáról sem feledkezzünk meg, hiszen nagyon életszerű, hogy viszünk magunkkal egy állólámpánk. 6 darab ásványvizes palackunk, bőröndünk, kis motorunk. Tehát ez egy igazi családi nyaralás. Egyszerre síelünk, egyszerre kismotorozunk és horgászunk. Igen. Hát, hogy minden van. Igen, és a halak meg a fényre jönnek, azért kell az állólámpa. Tényleg olyan, mintha valahol betörtek volna. Oké, ki a másik pár? Kik azok, akik pakolnak, a kiválasztott játékosok? Jó reggelt, hello! Sziasztok! Kettő nevet mondjatok nekem. Roland. Ivett és Roland. Láttátok az előző pakolást? Láttuk. Hogy tetszett? Egész jó volt, a lámpát azt kihagyták. Igen, hát egész jó volt a lámpát, amit kihagyták. Hát betörni még nem menjenek el, mert az ilyet is ilyetnek, csak a fél flopot szajrét ott hagyták volna. Tehát az még nem annyira. Ki vezet közületek, valaki? Én vezetek. Van jogsid. Ivett neked? Nincsen jogsid. Automatát vezetetek már? Még nem. Nem is kell, most se fogtok. Jó. Nagyon vigyázunk a hallgatóinkra, megbecsüljük őket, nem kell vezetni. A lényeg, hogy a beindítás, ugye most van egy kis előnyötök, tehát fékre lépünk és start gombot nyomunk. Ennyit kell csinálni. Jó, nincs kuplunk. Tehát a kuplungot nem kell keresni, mert nincsen. Roli, ez nem azt jelenti, hogy megnyerted az autót, mert igen, úgy tetted a zsebet, de azt mondja, mehetünk, meg vagyunk. Igen, szép azért ez, elrakjuk a kulcsot. Azt tudjátok egyébként, hogy mi a különbség a Grand Land X és a Feri autója között? Hogy abban csak egy colos van, ebben meg 8 colos! Jóha! Oké, pakolunk? Pakolhatunk? Pakolhatunk. Na, pakolhatunk. Indítjuk az órát. Jó? Figyeljetek, ilyen síléce utoljára 1964-ben sietek. Hát ez nagyon komoly ez azt a léc. Ez hiszem, honnan van? Valami múzeumból? Hát ilyen kötéssel már nem sielsz nagyon. Ha csak nem valami múzeumi léc. Jó. Valamelyik James Old Hillben Roger Moore sielt egy ilyennel. De az már 70-ben volt. Más már, igen. Hát mással sielnek már. Oké. Na, indíthatjuk. Egy perc, jó? Leosztottátok, hogy ki mit pakol?
Akkor 3-2-1 és tessék, nézzük. A lábbanyitást nagyon szeretjük. Igen. Oda néz, figyelj, az nagyon jó. Ott sok időt fognak veszteni a hallgatóink a héten, azt már látom, még nincs meg a teljesen most, jó mozdulat. Most egy cipőt tisztítottál. Igen, de kinyílt egyébként. Jó, hátulra a bőrön. Én azt mondom, hogy itt azért van rutin. Van, szeretem ezt a pakolós játékot, magamra ismerek, amikor a családdal indulok egyébként nyaralni. A gyerek üvölt, a feleségem valamiért éppen hibáztat nyilván, mert valamit elrontottam. Közben a másik gyerek már a vezetőülésben van, rakjuk az állólámpát. Ne úgy összetörd a lámpánkat. Ha bent ült volna valaki, agyon csaptuk volna az állólámpát. A sofőr felé érdekes lesz majd beleülni egy állólámpába, de az lehet, hogy okoz némi élvezetet. Nagyon jó. Aha, óvatosan. Roland, készülj, hogy nem fogsz beülni, mert ott lesz egy állólámpa a feneked alatt. Nagyon jó, oké. Hát, jó. Jó, van, sok cuccunk van, megnyugtató. Csinás egyébként, és az állólámpa is elfér. Nézd, mennyi belefért. Aha, az ki fog kicsit lógni a bőrön, ne törődjél vele. Rakd be a pecabotot, hova rakod? Aja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 j
Jó? Gyerekek! Oké. Hát. Elő menjetek el azért, mert ugyan automata nem indul el P-be, de azért sose lehet tudni. Visszahajtom. És beindítottam. Hatán! Megindult. Na mennyi a nyeremény? Hát mennyi az figyeljetek, idő? Itt most egy nagyon okos döntést kell hozzunk, mert igen? Az van, hogy a pakolás maga hosszabb idő volt. A pakolás hosszabb idő az volt. Az 2 másodperccel hát. Hosszabb volt náluk. Ott viszont neki maradt a lámpa. Kimaradt. Na, hát erről mondom, és aha. Ők el tudták indítani. Kérlek, János, üsd fel a szabálykönyvet, és nézd meg, mit ír ilyenkor a szabálykönyv. Kimaradt a lámpa, viszont a pakolás 2 másodperce hosszabb volt. Hmm. Mit ír a szabálykönyv? Na, akkor mondom én. Keresem, nézem, benne bármi. Nincs benne. Nézem a szabálykönyv. Jani, nincs ilyen. Hát, ha találok egy ilyen passzus. Igen, hát mennyi a nyereményünk, ugye 100 ezer, de ugye fejenként arra gondoltunk, hogy a párok játszák így 50-50. Így van, és akkor még azért 25-25 jár, ugye, mert nyilvánvalóan nem éltek együtt, mint hogy az előbbi. Tehát akkor arra gondolsz, hogy egyik párosnak 50, mert holt verseny, másik párosnak 50, aztán risztelnek, ahogy tudnak. Igen. Jó. Az igen. Egyébként egy korrekt. Meg azt mondja, hogy vegyétek elő az Opeles Tantuszt, dobjátok fel. Igen. Oké, lányok, 50-50-ben ki tudunk egyezni? Jó az? Na. Nagyon tudunk jó. Egyezni? Jó, 50-50-ben kiegyezünk, mert hogy itt egy kicsit tovább tartott, ott elmaradt az állólámpa, ti már rutinosabban megoldottátok. Hát, pedig én nem egyezem! Jó lesz, Roland? 50-50? 50-50, akkor így vagyunk, jó? Egyébként én szeretni fogom ezt a játékot, volt jól esetesen, igen, igen. Csajok, 50 ezer forint, úgy riszteltek, ahogy szeretnétek, az már rátok van bízva. Jó, ajándékcsomag megy. 40-10-be. Ne. Így jó lesz. Köszönjük szépen, ügyesek voltatok. Ciao, ciao, sziasztok. 7:30 pontosan, mindjárt jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Hát kitartó hallgatóink vannak. Erről mi mindig meggyőződhetünk, és mindig tudjuk, hogy hallgatóink nagyon lojálisak, de áldogálnak. Áldogálnak, és a szakadó esőben is kitartanak. Látjuk a legújabb esernyőtrendeket, és a múlt századbelieket is, újat, régit. Jó, nagyon jó gombost, kinyitóst, automatát, félautomatát, gyerekek, nagyon jó retro erdőket láttam. Egyébként imádom, még az anyukám meg a nagymamám jutott eszembe a gyerekkoromból. Oda volt rakva a bejárati ajtó mellé, emlékeztek? És a lépcsőházban már rommá törted, mert nem tudtad, hogy nyit ki, miért aztán, ugye? Nem volt még automata, hogy megnyomtad és kinyílt, hanem szépen ugye te kihúztad, ott szerencsétlenkedtél vele, de hát akkor az az életet jelentette. Postabank felirat. De szép volt. Az és életet jelentette. Új játék is elindult, hogy melyik esernyő alatt férnek el a legtöbben. Igen, nézd meg, igen. Itt van egy 4-es blokk, szépen összeálltatok. Összetartó csapat egyébként. Összehozza egyébként a szombathelyeket, igen, mert akinek nincs ernyője, az nagyon jó lett azok, akiknek van ernyője, és akkor itt van egy nagy összebújás. Na, jó lesz az Opeles játék. Szeretni fogom, hogy nagy pakolás volt, nagy rohanás. Majd az állólámpa ledarálta a kárpitot. Igen. Bemutató autó, kevés karccal eladó. Igen, tennék egy vételi ajánlatot pénteken erre az autóra. Egy félárosra. Igen. Vagyunk. Az állólámpával vigyázni kell, de a horgász volt, a peca volt. Hát akinek családja van, és aki tudja, hogy kell elindulni pénteken, szombat reggel, és az mekkora káosz tud lenni egy családon belül, és hányszor mész vissza, és hány dolgot hagysz ott, az agyából magára ismerhet a pakolás alatt, hogy így indul az ember nyaralni. Nem fért bele olyan könnyen, de azért valljuk be őszintén, nem életszerű, hogy viszel magad el egy állólámpát. Jó, tudod, ez a SUV életérzés, sasszanyát! Mert kötődésed van, te csak annak a lámpának a fényénél szeretsz olvasni. Így van.
Hát na. Olyan luxa jön a fény, hogy ahhoz van a szemet hozzászok az NDK elemes konyhabútorba szereketek pakolni edényeket, és azt is visszük. A feleséged siel, a gyerek pecázik, te meg az állólámpával olvasol. Hát a család minden igényét kielégíteni, az ember elmegy nyaralni, igen. Monoron és Üllő között elesett a 4-es, mint minden reggel, aki kerülne a 31-es felé, Gyömrő irányába az is erősen torlódik. Lilkó küldte nekünk. M3-as autópályán Baktalóránháza térségében 261-es kilométeren egy kamion beborult az elválasztósávba, és mindkét irányban, te jó Isten, mindkét irányban lezárták a pályát. Na, kérdezik a rollert, erről beszéltünk reggel. A rollerem hol van? Betolta valaki? Itázik, nem ér, miért beázik? Bepakolták azt mi? Is a SUV-ba. Az jó. Jött egy csávó, felpattant rá, már árkombokról túl van. Valaki megszánta és berakta, de rendesek vagytok. Ilyenek ezek a Rádió 1-es kollégák. Látták az ott a rollert ázni, fázni, és betolták hátra a sátorba. És már gondolkodhatsz rajta, hogy 10 után, hogy mész vissza vele. Ez egy nagyon erős vállalás volt, hogy kijöttem rollerra, de valahogy megoldjuk. Ha nagyon gyorsan mész, nem esik rád az eső. Ez igaz, nagyon cikcakosan, mert hogy akkor az esőcseppek között. Olyan leszek, mint a szúnyog. Kerülgetem az esőcseppeket egyébként. A szúnyog az állítólag elkerül. Tudod, hogy kerülj el a szúnyog? Nem baj, ezt is tudom. Nem. Mondja csak. A szúnyog úgy kerüli el a levegőt, úgy tud repülni, hát nyilván szakad esőbe. Nem, hogy az esőcsepp, az tol maga előtt egy kis levegőt. Nagyon keveset. És a szúnyog a szárnyaival megérzi, hogy honnan jön a, hát nem légnyomás változás, hanem honnan jön a levegő, és tudja, hogy a levegő lavírozni. És elkezd lavírozni. Elugrik a levegő. Ugyanis a csepp maga tolja előtte a levegőt. Baromi jó cikket olvastam egyébként, hogy tud a szúnyog levegőbe repülni, és rájön, hogy hopp most balról, hopp most jobbról. És akkor ezért nem tud lecsapni sem, mert a kezednek is így van. És ezért tud a kezed előtt. Most beszoptam. Hopp, ez egy dupla tenyér volt. Hopp, ez kemotox. Mondja az, hogy a hopp, ez elől nem megyek sehova. Nem, érzi esőcsepp előtt jövő kis levegő buborékot, és tudja, hogy honnan kell kerülni, és ezért tud a szúnyog viszonylag, hát mit tudom, szemerkélő esőben még repülni. Aha. A felülről jövő levegőt érzi. Fantasztikus. És tábla felismerő rendszer is van benne, mint a Grandland X-ben? Azt nem tudom, hogy megismeri a közlekedési lámpákat minden esetre. Ez a stop tábla. Igen. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Hát gyerekek, na. Nagy elhatározásra jutottam tegnap este. Mesélj. Még ahogy otthon elbúcsúztam a családomtól, mondom, egy más ember fog visszatérni a turné után. Mit határoztál el? Idegen helyen nem kulázok. Hazavizem egy hétig. Mondom nekik, hogy azt a folyamatot, amit most elkezdek, az elejét, ami a legnehezebb, azt nem fogom a családomra, érted, rányomni. Mi lesz? Idén bevalod az áfát? Sose. Május végén lejár a határidő. Idén leadsz egy normális bevallást. Akkor is fizetek társasági adót. Most végre összekapom. Azt mondtam, hogy leteszem a cigit. Azt a mindenség neki. Tegnap Soma homlokán eljöntem az utolsó. Okay, mondom, és jegyezd meg, hogy apád egy nem egy. Egy mementó arról, hogy apád mikor nyomtál a cigit. Várjál, mielőtt feltesszük, lefújom a kartos lemezt. Én már ezért voltam kopasz, meg ezért már szívtam eleget. Már kétszer sikerült, Jani. Már kétszer sikerült. Mondom, az egy hetet az a legnehezebb, aki dohányzott és letette, már tudja. Na. Érted, hogy az a legrosszabb. Őszintén megkeresett egy szponzor? Nem, semmi nincs. Akkor már mondtam volna régen. Megrált egy gyógycsercé? Most már két megszólalás között tényleg leteszem a cigit. És mondom, a megszólalás alatt teszed le. Megszólalás között de nem ez a változás, letenni. Hogy most már köztem ki. Hánykor nyomtad el az utolsót? Este mondom, kiszámoltam, hogy még a dobozba érted marad egy, amikor megérkezem. Igen, az vésztartalék, vagy mire marad? A megérkezésre. Ja, ide még, ha megérkezem. Megörültem a hotelnek a parkolójába, kiszálltam, rituális módon meggyújtottam, hogy akkor ez tényleg az utolsó. Tehát először a család előtt egy utolsót, igen. Majd azért itt Szombathelyen egy utolsót. Jó, hát két utolsó belefér, ha az ember leteszi a cigit. Nem, napközben nem tudsz leszokni. Tehát ez mindig úgy kell, hogy lássa a gyerek, hogy az egy rituális, igen, utolsó. És hogy egy ilyen lezáró utolsó, hogy új napra, hogy ébredsz, ott már új ember vagy. Tehát napnyugta, lezáró utolsó. Így van. Aha. Elnyomtad. Így van. Elnyomtam. Ezért még bent tartottad egy kicsit, így ízlelgetted. Még és úgy fújtam, hogy ide tettem, tudod, a kezemet, hogy visszajöjjön az orromba. Isten veled. Vége 30 év szenvedésnek, érted? Elraktad az utolsó csikket egy kis aranydobozba, hogy az meglegyen az utolsó. Búcsúcsok, Sofi. Ahogy anyáink elrakták a fogainkat, elraktad az utolsó csikket, hogy meglegyen. Bekeretezve, érted. Ja, akkor nem pöckölted el a viakolorom, mint ahogy mindig szoktam. Nem egy idős néni homlokán nyomtad el, ahogy szoktad egyébként a vidéki kitermésre. Én nem, én úgy szoktam.
hallottam, hogy még az parázsló csikket a kukába. Az a legkorrektebb is. Hát egyelőre bízom benned, bár szkeptikus vagyok. Többször rászaladtunk itt a 9 év alatt a cumira, de na. Hogy vagy? Jó. Ez hogy érzed magad most az első nap felkelténél, cigi nélkül? Hát még várjál. Igen? Este ugye elnyomtam, fölöm egy fogmosás, hogy megújult arc, érted? Már ez nem az enyém. Igen. Már kicsit világosodtak a fogai, már fehéredett a bőröd. Már a vitálkapacitás, mert beszippantott a fogkrémet. A fogkrémet is az ágyneművel együtt. Nem estél össze az első emeletre felmászás után, mert érezted, hogy tisztul a tüdőt, jöttek az eredmények. Egész más voltam, érted, és lefeküdtem aludni. És meggondoltad magad. És mégsem tetted. Hát, jött egy hiszed, ha nem? Jött egy ilyen önvizsgálat, hogy idegesebb vagyok? Hú, most lefekszem, de mintha már hiányozna valami. Volt egy ilyen, hogy így nézed magad? Elkezded magad spanolni ezzel. Hogy már érzed a tüneteket, hogy már remeg a kezed 5 perc után, pedig hát akkor még ugye azért nem kéne. Ja, benned volt az egészben, hogy hova lesznek azok az időt és jó pillanatok, amikor hátradőlsz egy fröccsel, vagy egy jó ebéd után egy kávéval, és ugye megfogod a gyerekeknek elmondjuk, hogy a legrosszabb dolog a világon, soha el ne kezdjétek, jó? Mert akkor nem fogtok tudni lejönni róla. Pont úgy, mint Feri bácsi. Éjszaka budin. Hogy jutottál rá először? Ja, nem tehát... volt cigim. Ja, nem volt cigim. Ja, hogy az, ja, hogy az ember az utolsó, tudja, mert hogy rutinosan dobozból az utolsó. Tehát ne legyen este kísértés, hogy felri a cél kettőkor, hogy és begyem össze a szárba. Sokan csinálják azt, hogy van náluk mindig, még évek múlva is, miután leszoktak egy doboz cigi. Aha. Érted? Biztonság kedvére azért legyen nálad egy doboz cigi. Mert azt mondja agyban, hogy ő úgy szokott le, hogy nem szokott le, csak most nem gyújt rá. Ja, értem, hogy ott van nála cigi. Igen, ez nagyon okos. Van egy haverom, aki 8 éve így él. Nem gyújt rá. De ott a cigi nála. Van nála a tűz és cigaretta. Azt, hogy hogyha kell, akkor bármikor megcsinálhatja a dolgot. Érted? Ez egy, igen, hát ez egy ilyen önhipnózis. Igen, de masszívan anyagozik helyett. Ő szünetet tart. Én tudtam, hogy gyenge vagyok, hogy ez nem az én utam. Ezért az utolsót eldobtam. Az ember ismerje meg magát, ugye, te szoktad mondani, tud, hogy hova tartasz a világban. Így van. Tűz ki a célt és az utat. Tehát nálam nem volt cigaretta, hogy ne gyújtsak rá, se akkor, se reggel. És reggel sem gyújtottam. De én nem láttam rajtad, hogy idegesebb lennél, igen. Nem láttam, hogy úgy feszültebb lennél, nem csapkodtál. Nem vitatkoztál a hírekkel, nem rúgdostad az üvegstúdiót. Nem, az üvegstúdiót nem rúgdostad, de hajnal kettőkor itt egy nemzeti dohányboltnak rázta a rácsát. 8-kor nyitnak, bátnám! Nekem is sok ki 4-kor! Nem érdekel, adj egy cigit! És így fölkeltem, megtisztulva. Új reggel? Új reggel. Új reggel, érted? Tusi, fogmosás, minden, mondom, micsoda dolog, milyen jó világ ez. Jó, ha csak arra vezetett ki, hogy fogadjunk, felejtsd el, nem vagyok itt, jó? Tehát nem tudom. Bevettem egy rollerra, nagy cumit volt. Én kíváncsi vagyok, hogy mi az új cél, tehát hogy mire megy ki a játék. Felejtsd el, nem fogadom. Ferinél az évi egy leszokás, az másnál olyan, mint a balatoni nyaralás, tudod. Évente egyszer, tavaly egy hét, volt, két hét. Mondom, tavaly nem volt. Ja, tavaly nem volt. Azt tavaly előtt nyírtuk le. Tavaly lett, én bevállj, én kopasz lettem, álltam. Megtisztulva beültem a gépjárműbe, elhajtottam a helyszínre, lefőztem egy kávét, kértem hozzá egy cigit, és... És mondtad... Úgyhogy idáig tart, hogy gyerekek. És mondtad, hogy adj egy cigit, de ez valaki? Te igen. És elszívtad. Igen. Gyerekek, hát azért ez tartott, vagy ennyi. Egy 12 órát nem tartott. Nem volt annyi, hát azért 8. Egy 8 óráig nem dohányoztál, hát azért, figyelj, ennek megvan az előnye. Eltelt 8 óra úgy, hogy nem dohányoztál. Én azt mondom, hogy törj új csúcsokra. Lehet, hogy egy 8 és 4 óra, 8 és fél, esetleg egy 9 óra is összejön. Ma este kipróbálom. Más két óra után azonnal rágyújt annyira pánikba. Igen, te kivírtál egy éjszakát tessék, és egy reggelt. Igen. Tessék, a gyenge két órásokhoz képest, Feri, most ahhoz képest. És mondom, mindent megtettem, tehát cigi el, van nálam gyógyszer egyébként, hogy ha esetleg annyira rámegyek a dologra. Én azt felejtettem el mondani a kollégáknak, hogy senki ne adjon. Tudod? Mert az lehet, hogy jó lett. Mondjuk arra, hogy adj egy cigit, vagy megöllek, erre azért nehéz azt mondani, aha, hogy nem adok. Tehát, hogy erre azért kimeri azt mondani, hogy figyelj, nem adok. Igen, én hallottam, hogy valaki ült, hogy a saját beleiddel foglak megfojtani, de hát olyan fura volt az egész kommunikáció. Én azt hittem, hogy barátságosabb ember. Igen, viszonylag. Na, de akkor... egyébként én is így voltam vele, mert én például tegnap este azt hiszem 10-kor vagy 11-kor fogadtam cölibátust, tehát már reggel a zuhany alatt már állhatott. Már elmúlt. Jó, de az nem megcsalás. Hogy lenne már megcsalás? Hát végig anyára gondoltam, hogy csak meg ne tudja. Tudja össze. Ja, hát mit, amit ő már nem tett, az nincs is. Minimum a pornó és a pipsó nem megcsalás. Nem, a pipsó se. Hát se, dobálod az 50-es. Most mondod? Lyukon keresztül. Ezért nem jártunk évekig. Fáradt, unatkozó lányokat bámulsz. Hát még. Szerint nincs már. Tehát ez már szerintem nincs. Talán még a körúton Pesten egy-kettő, de... De már nem 50-esek, 200-assal. A körúton még egy-két fáradt hely van, de azért oda nagyon sokan már nem mennek. Jó, na, hát
figyelj, innen kell építkezni. Ez jó. Ennyi, gyerek. Innen kell első építkezni. Próbál, idei év első próbálkozása 8 óra. Most tűzzük ki azt, hogy mondjuk 10-ig csak egy. Tehát, hogy legyen egy kicsit, ne akarjunk. Normális vagy? Na most szívjál 10-ig csak egyet. Itt, és most az utolsót megilletetted ma reggel? Nem. Jöjjön, most megy tovább minden. Majd valamikor újra nekiállsz. Most mi átmegyek ott, ha kinyitottak, akkor veszek magamnak. Hát most adj egy kis szabadít, adj egy kis lazítást magadnak, most ne nyomd el újra. Most azért szívjad nyugodtan, tehát ne legyen az, hogy most csak úgy megint elnyomod, hogy leszoksz. Most pihented, nyugtasd meg a szervezetedet. Érted, hogy most nyugi kis barátom, itt vagyok neked, érted? Most egy ideig megint nem szokom le, tehát most legyen egy kivékülő fázis, nehogy már elnyomd. Ne rángassuk az oroszlának a bajszát, tehát 10-ig legyen mondjuk inkább 2, ne az legyen, hogy csak egyet kap, aztán itt baj legyen. Feszítővassal próbálja meg majd az Opelnek kinyitni a hátul. Lábérzékelős! Feri meg ott feszegeti őrjöngve. Jó. Most nagy célt kitűztük, meg volt, érted? Most akkor pihenő időszak van. Persze. Nem szabad ezt. Szerdára összeszedem magam. Drága hallgatók, tényleg írjátok már meg, hogy hogy ment. Kinek mi a tippje, kinek mi a taktikája. Tehát szakrálisan elnyomod az utolsót, utána mikor van a holdpont, mikor van a meddig bírod, amikor már nagyon ideges vagy, egy hét, két hét után a legrosszabb. Tehát írjátok meg, nem félek attól, hogy Feri ennek most nagyon komolyan nekiáll. De kíváncsiak vagyunk arra, hogy nálatok ez hogy történt. Illetve a leszokó környezetéből is, ha írnak, arra kíváncsiak vagyunk, hogy hogy bírtad, amikor apád, anyád, a feleséged, a férjed elhatározta, hogy na most akkor én, drágám, leteszem a cigit. Írjanak azok, akik ezt átélték közös háztartásban élővel, hogy mekkora trauma volt az, amikor fater vagy muter abbahagyta a dohányzást. Kint csattant először az ostor, mit csinált, és hol szakadt el a cérna, illetve nagyjából megnézzük, hogy hány százaléknak sikerült valójában. Én tudok valamilyen gerincvelős kisütős technikáról. Hát az mindenféleképpen nem kapcsolódik a témához, de hallottam. Nem kapcsolódik a témához, de két elektródát ráraktak a gerincet, és kisütik a gerincvelődet. Állítólag utána nagyon jó lesz, egy hétig nem gyújtasz rá. Nem, tényleg. Hogy beléd vezetnek valamit, igen, de ez lehet, hogy félreolvastam valamit. Jó, hát van ilyen. Így van, néha én félreolvasom. De utána enni se tudsz egyedül már egy jó darabit. Igen, és egy ilyen aranyos kis két kerekűvel közlekedik. Elektromosan nem gondolkoztál, hogy átállsz? Rosszabb. Állítólag az se jó. Az se jó, mert azt meg folyamatosan tudod, mert azt mondod, hogy ez egészséges. És ott a füstöt tartod a szádban, hát az se szerencsés. És ott nyomod állandóan. Hát azért egy fokkal egészségesebb. Guminő. Az de nem, ott jó, meg persze a guminő, de a füste van abban, hogy az kemikália, meg abban is van valamennyi. Meg sokkal többet szívsz belőle, mert azt mondod, hogy ez nem annyira káros. És akkor itt többé 4 órát végigpöfékelsz. Meg ha vezetékesed van messzire, nem tudsz elmenni. Egy 20 méteres kábellel érted, azért kóvályokat, de... Igen. És mi van a dohányzáshoz kapcsolódó kis rituálikkal, meg szokásokkal? Mert azért ez rengeteg az. Olyan ember van, aki úgy dohányzik, hogy mellette, mit tudom én, közben elmennek be, mit tudom én, beszélgetni, csetelgetni, stb. Tehát, vagy valaki megszokta már, hogy minden dohányzás után kakil, akkor most mikor fog kakilni? Mindegyik után? Igen, ezt jól, a cigit is elmész kakilni. És ha napis megyed a hozzá, szívsz, akkor 12 szemmész. Hát akkor azért erőlködni kell már. A végén azért már préselni kell. Kis rövideket. Na jó, van, írjatok, drága hallgatók, kinek hogy ment. Jó, egy perc, a pontosan 8 óra, még nem késő egyébként szombathelyre jönni, mert hogy tele vagyunk nyereményekkel, a helyszín a főtér. Én azt hiszem elállt. El. Na jó, nem. El. Csak optimista vagyok. El. Ja, el. Kiabálnak az első sorban, hogy nem annyira. 8 óra van pontosan, mindjárt jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk, és hát látjuk, hogy az ország nagy részében szikrázó napsütés és meleg rekordok. Itt egy picit a szombathelyek összebújnak, mint a vadmalacok az erdő mélyér. Gyönyörű esernyőket látunk, de mondjuk azoknak, akik kárörvendően napsütéses képeket küldenek nekünk Miskolcról, Budapestről, mindenhonnan, megy felétek, oda küldjük, mert ez átmegy az egész országon. De hát itt most Nyugat-Magyarország kapja leginkább egyébként. Úgyhogy már hajózunk is, mert hajókürtöket hallok. Szombathely belvárosában már hajók jönnek. Mert okosban, ha fülhallgató mellé teszed közvetlenül a mikrofont, akkor... Jó van. Hát, nem voltam bekapcsolva. Egy kis aláfekteszte. Milyen profi? Látod, hogy milyen profi? Ő sose tenne ilyen. Nem, én kint voltam, és ahogy mondta egyébként Balázs, mint a vadmalacok összebújtunk, mint az éhes kicsi vadmalacok, én kerestem is a csecseket. De csak makkot találtam. Azt nagyon tudták az orrom mellé.
Torták a makkort a lányok, torták. Már ma ettem zabot. Hogy vagyunk itt az elsősorban, csajok? Jó a hangulat, jó a hangulat, nem? Bírjátok még az esőt? Bírjuk. Bírjátok meg, jól van. Jó, hát az 50 ezerrel a zsebbe? De nagyon lelkesek, nyertek és nem mennek el. 25-25. Nem kell már. Nem kell már sokáig puncsolni, most már mehettek, vagy mi? Itt maradtok tízig egyébként? Szigorúan, itt. Nagyon rendesek. Nagyon rendesek vagytok, jó van, kitartok vagytok. A bögrének örültem a legjobban. Miért te kaptad? Kaptál bögrét? Bögrét, igen. Milyen bögrét? Ja, hogy kaptatok ajándékcsomagot is. Igen. Hát, nagyon jó, vigyázzatok rá, egyébként nagyon szépek a bögrék. Ha nem, srácok, megérik jönni. Igen. Itt piros kabátban az első hölgyre emlékeztek egy szombathelyi kitelepülésünkről? Igen. Sok-sok évvel ezelőtt? Ő nyertes is volt. Én vagyok a Panni. A Panni? Hát a Panni. Pannikám. Nekem volt a Manci cicám, akit emlegettem. És mi van Manci? Miért csak múlt idő Manci? Elment Manci. Manci? Manci már az égbelgerészik? Nem van pót Manci? Nincsen, nem lesz többet, már az volt a... Manciból egy van. Igen. És Manci, hogy lehette ki a lelkét? 17 éves volt. Na, hát akkor, hát az ez nagyon szép. Önkezével véget vetett az életének, azt mondta, elég volt, és egy... Elment örökre. Édesem. Ja. Úgyhogy bejött, és kifutott, meg elment. Bárhova jött be a szobába? Ha igen, már Benti cica volt. És kiszaladt. Igen, és örökre. Örökre kiszaladt. Igen. Lehet, hogy akkor tökre másra, csak megunta otthon lenni, érte. 17 évig nem. Láttuk Mancit? Láttuk úgy már, hogy már Mancika már alszik, vagy csak Manci kiszaladt, és azóta Manci felszívódott? Igen. Aha. Hát akkor azért, Manci lehet, igen, hogy csak elment még kapuzárási pánikba. Manci is kicsit elindult még az utolsó éveket, meghúzza egy kicsit, nem, igen, lehet? Nem lehet, hogy mivel mindig benti volt, nem ismerte meg az ajtót kívülre. Nem talált. Lehet, hogy Manci csak összezavarodott, és egyébként... Vagy eltolta a taliskával mindenki. Jézusom. Igen, két hölgyáról miért beszéltük, valahogy ez szóba jött. Igen. A kreszvetélkedőn is. Volt valami kreszvetélkedő, igen, tényleg? Igen, akkor kérdezte tőlem, hogy hogyan megyünk a járdán, és én mondtam, hogy én nem kerékpározok, hanem taliskával tolnak. Tényleg, akkor mi vizsgáztattuk az országot, hogy ki mennyire emlékszik kreszből. Igen. Pedig, hogyha még mindig én nem. Most biztos adtunk volna neki egy Forestó nyakörve. Az biztos. Köszi. Jól van. Milyen macska volt ez? Szép. Csak ilyen... Sanyi! Utcamixes macska volt, nem tudjuk a felmenőit. Igen, mert mikor a lányom hazajött Pestről a főiskoláról, kint volt, valaki kidobta, és akkor vettük magunkhoz. Ki jó, nem azért van, csak ha valaki lát mostanában egy macskát... Fekete. 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 Abból kevés van. Hát, ha láttuk mostanában egy fekete macskát, jusson eszünkbe, hogy lehet, hogy Manci nem elhalálozott, hanem átköltözött. Balázs 17 éves. Hát 17 év után Manci nem jutott messzire. Megkülülnek időskorukra, meg mindegyik. Mire hallgatott? Manci? Igen, Manci. Manci, csak ennyi. Hát akkor próbálkozzunk. Tehát fekete macskát látsz fekete valahol. Manci. Manci? Igen. A macska meg visszaszó, anyád a Manci. Lajos vagyok, rohagyd meg, hagyjám a Mancival. De, na jól van. És azóta van már új? Nincsen, elmondta az előbb. Igen? Igen. Volt régen? Bocsát, ha nem iszik két kávét, persze, akkor az egy neki már nem elég, tudod? A kávé az, után nem szabad rögtön zaboznom, mert ez lefújt. Nagyon helyes lányok integetnek egyébként. Igen? Eddig van, bírták az esőt, lányok, eddig bírták az esőt. Itt voltak egy ideig, de úgy gondolták, pont hogy... most akartunk ajándékozadni, na minden. Ah, mindegy, lányok, elmentek, jól van. Na, 10 óra 1 perckor már nem esik majd. Így van. Jani még itt lesz. Magatokra vessetek, hogy elmentek a szakadó esőben. Így van, csak úgy mondom, sok ajándékom van. Milyen szeretet ez? Oké, na lejátsszuk a másik játékot, mert gyerekek, nagyon sok készpénznyereménnyel készültünk, nagyon sokféle ajándékkal, ugye az Opel játékunkon már túl vagyunk, de van egy másik ajándékunk, van egy másik játékunk, hát ebben te vagy a szakértő, János, mert hogy te vagy az állatbarát, illetve neked van kutyád. Így van, és ugye, macskám is. És macskád is egyébként, így van. És az a bizonyos termék egyébként mind a kettőjüknek nagyon jó, mert nagyon jól tudjuk egyébként, hogy a kutyák és a macskák legnagyobb ellensége a négysávos autópálya mellett. Igen. A kullancs. A kullancs és a bolha, így van. Így van. Kitaláltunk egy nagyon jó kis játékot, amit játékosaink játszanak majd. 2-2 játékos játszik egyébként. Hát nem is esik. De? Is esik annyira. Ha? Mondjátok nyugodtan. Nem vagyok a stúdióban. Gyerek. Ja, tényleg, benn vagyok az üvegstúdióban. Szóval a játékunk lényege, hogy egy akadálypályán kell végigmenni, méghozzá 2 darab játékosnak úgy, hogy az egyik beöltözik kutyának, kifejezetten szeretjük ezt a játékot, a játékos nagyon is nagyon fogja szeretni, a másik játékos pedig kíséri a pályán. Jól mondom, Ferenc? Így is van. Én azt gondolom, hogy egy folytó nyakörvet azért tegyünk az állatokra, nehogy elszabaduljanak. Folytó nyakörvet mindenképpen rakjunk folytó nyakörvet. Meg egy kicsi pórászt. Igen, ez egy kvázi
kutyaiskola, amit szerintem erőszeretettel használnak a kutyások, mert egy csomó jó dolgot meg lehet tanulni. Ezt építettük itt föl a főtéren, ezen kell végig menni, bekötött szemmel ráadásul. Bekötött szemmel, kutyajelmezben kell az egyik játékosnak végig menni, úgyhogy a másik, a másik játékos pedig irányítja őt, úgyhogy nyilván a kutyának le kell menni négy kézláb és végig menni az akadálypályán. Jó. Marci, egy vaut, légy szíves, Marci. Hol vagy, Jani? Hello. Itt vagyok. Hello. Itt vaut. Vagyok. Vaut. Hogy hívták, Balázs? Hogy hívták a pónis embereket? Brownik. Na, Brownik. Na, Brownie, hát Brownie nem tudom, itt a hundik vagy, a nem tudom, a dogik vagy, nem tudom mi. Hát elég beteg ez a jelmez. Ez nagyon beteg ez a jelmez, nem igen. Nem próbált fel? De. Nem lehet meg. Ő nem játszhat, tudod? Ő igen, nem jelmez. Sajnos én nem. Sajnos. Először másik volt rajta. Először másik kutyajelmez próbált, csak eléggé szorította ott lent. Aha. És átkerült a lányokra. De miért több fajta kutyajelmezünk van? Tehát persze, kettő. Nagyon előrelátóan vagyunk. Nagy jelmez és kicsi jelmez. Egy nagy és egy kicsi. Jani méret, Feri méret. Kb. Így is lehet fogalmazni. Marci a kutya és Ádám fogja vezényelni, hogy merre igen, kell majd igen. menni. Jó, a lényeg, hogy a játék közepén, a pálya közepén van egy kullancs. Aha, micsoda? Azt mindenképpen meg kell ugatni. Ne haragudj, egy micsoda? Van egy plüss kullancsunk. Egyébként egy végtelen undorító plüss kullancs, illetve egy nem is tudom, nem plüssből van, hanem szerintem valamiféle ilyen várjál, ilyen plasztik, és hát nem vonzó. Te valószínűleg egyébként felsikoltanék, hogyha éjjel, amikor megyek ki a Rötyire, egy ilyet látnék. Na most Marci, ugye két feladat van, illetve három feladat, átmenni itt a kis szerkezetek között, megugatni a kullancsot, és a tér sarkán a fát oldalba pisilni. Aha, okay. Jó. Egy felemelt lábbal. Az van egyébként, hogy látszik, hogy hiányos egyébként a biológiai tudásom, amit én kullancsnak hiszem, ez konkrétan egy bolha. Csak olyan rohadt nagy, hogy nyilván még ekkorát nem látta. A kullancs az itt van mellettünk plüssben. Aha, tehát van egy plüss kullancs, és van egy plüss bolhánk. Így van. A kullancs az, amelyik vérszín. És itt olyan van egy kis kullancs, beszorulva itt a puhább hajlataimba, azt megnézed, majd van. De azt majd csak éjszaka. Mindenki, ha visszarollerezel velem, akkor a szállodába kiszedem meg a kis kullancsodat az ágyékodból. Itt van mellettünk Foresto úr maga. Jó, ez lesz ezen a héten, elfogad. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen, és valamit magyarázol nekem, csak nem hallom a füle. Mi ez? Igen, időre megy a verseny, sipszótól sipszóig tart. És te fogsz fújni. És még ugatni is kell a kutyának a végén. Végig kell ugassa. Aha, fújok. Én nem, csak a kullancsra. Jó, csak jó. A kullancsra. Csak mondom, hogy ő tudja, mert egyébként ő fölvette a kutyajelmezt, és lepróbálta a játékot. Úgyhogy igazán. Ott a LED falon én vagyok. Igen, egyébként. Ő konkrétan végig ment a pályán, ő letesztelte. Hát figyelj, egy rendes ember. Van egy kis demónk. Annyi szerencsém volt, hogy én füves pályán mentem, és száraz időben, napos időben. Mindent mi se tudhatunk. Egy kicsit nehezített így, de azt mondják, Senna is az esőmenő volt, úgyhogy reméljük, hogy ma is így lesz ez. Ezeken át kell ugrani, vagy egy szlalom pálya ott? A szlalom. Szlalom. Ez egy ilyen patkó alakú pálya, az első részen kapukat kell kígyóvonalban alulról ugye végigmenni rajta, vagy hát venni az akadályokat. Uh-huh. A fordulónál van egy kullancsugatás, és visszafelé jövet még át kell lépni. Ez rettenet betegek vagyunk. Rettenet beteg játék, de jó, a kullancsugatás... Agility pálya. Igen, a kullancsugatás kifejezetten jó. Tehát az annyira pszichedelikus, hogy az teljesen beteg, hogy egy élő kullancsot ugass meg, vagy bolhád, vagy bármi is az. Jó, indítsuk el a játékot, ugye két pár van. Aki jobb időt megy, az nyeri a játékot, és 100 000 forint kápja a nyeremény. Kicsit gyertek ide közelebb, jó? Azért ez a start. Rájj meg, Marci! Igen, és sípszóra. Ül, fekszik, láthatatlan. Sípszóra. Oké. Okay. Ádám, te pedig irányíthatod a Marcit. Jó, Feri, de jól hozod ezt a vidéki kutya tulajdonos. Ül, fekszik, láthatatlan. Ül, fekszik, mis rá? Igen. Megy már innen, pedig jó, hallod már kutyának. Megvársz a kocsma előtt. A tűzhely mellett a kutyá, megy már innen. Ogyan vagy oké. Oké, na indítsuk el akkor, jó? Nézzük meg a részidőt, hogy mennyi lesz az első. Jó, na akkor azt mondja, hogy 3, 2... Mehetsz, Marci, egyenesen. Jó, jobbra, egy picit, jó. Menj le, balra, vigyázz. Oké, jó, jobbra, oké. Rettenetesen szürreális, ami történik. Mi sem azt, hanem normális. Jó, menj egyenesen. Állj, ugass. Úgy, jó, elijesztettem. Szombathely főterén, kérdezz, hogy 4 kézláb mászik egy kutya. A szakadó esőben. Jó, ne menj neki, nem. Ne ugorj át, ha hova? Ez ki kell kerülni, gyere. Megugatta a kullancsot? Át kell lépni, azt mondták. A kutya két lábra állt, most vált nagyon betegi a játék. Óriási tapsot kérünk Marcinak.
Marci. Milyen volt Marci? Elvásott a térdem. Elvásott a térdem. Na, nagyon jó volt, hát egy nagyon súlyos szopornyica már átesett ez a kis kutya, én úgy érzem, mert nem volt sem szellemi, sem fizikai képességének a teljében, de az nem volt rossz. Szopornyicás volt a kutya? Hát, egy picit azt látom, hogy remegeti. Nem merem megmutatni magam. Jó, oké. A másik játékos már beöltözött? Persze, itt van, és ő lánykutya, hol van? Van egy lánykutyánk is. Ő máshogy pisil akkor. Máshogy pisil egyébként, nagyon szimpatikusabban. Sziasztok! Hello, Dori, jól értem? Ja, igen. Voltál már valaha kutya? Nem. Nem mondod. Nem, nem csináltátok még úgy. Nem voltál még kutya. Csak misszionárius. Ne csinál. Még nem éltél igazán, ha még nem voltál kutya. És el kell beszélgetnem a pasiddal, ha még nem voltál kutya. Van pasid egyébként? Van. És ő volt már kutya? Ő szokott a kutya. Ja, figyelj, az is egy felállás. Akkor viszont haladó fokozat. Az is egy felállás egyébként. De egyébként nincs ezzel baj. Én azt hiszem, hogy az őszinte szerelemben mindent ki kell próbálni, ezzel nincs baj. De Dorina nem véletlenül nem hozta a pasiját, tehát Melindát hozta magával, hogy nehogy kiábránduljon. Van bármilyen háziállat otthon, Dorina? Otthon van, itt Szombathelyen nincsen. És milyen háziállat van otthon? Kutya van. Kutya? Milyen így kutyus? Van. Hát ilyen, nem tudom. Utcamix, ezt úgy hívják, hogy utcamix, ami kijött. Utcai kutya, így van. És te leszel a kutya most, Dorina? Most én. Jól van. Rajtad van már a plusz tucc is, ahogy látom, igen, én kicsit arrébb vagyok. Halljunk egy próbaugatást. Azt a mindenit! Ez a kutya tűze, ez az, és most ugás! Gyere! Kicsit közelebb megyünk a rajthoz. Igen, tudtuk, hogy nagyon beteg játék lesz, de mi nagyon szeretjük egyébként. Jó, tehát, és hogy, akkor 3-2-1-re, és utána egy sípszót halasz, és akkor arra kell majd elindulni. Tehát a sípszóra. Nagyon fontos. Jó. Oké, Dorina, menj le négy kézzel, már ne érts félre, jó? Ne érts félre. Len van már. Várja. Nagyon helyes kis kutya. Igen, Dorina. Ez az. Na, Dorina, menj le négy kézláb. Ilyet sem mondtam műnek. Egyszer azért, azért. Majd gyere majd le légy meg. Látom minden is. Itt vagyok. Nagyon jó, Dorina, négy kézláb. Igen. Nagyon lement kutyába? Nagyon ott van? Én leteszteltem Dorina farkát. Szerintem. Nagyon jó. Jó. Teljesen beteg. Én azt mondom, hogy ne kapkodjunk. Dorina, maradj még egy picit. Nekem ez így teljesen megfelelő. Oké. Indulhatunk? Indítsuk akkor, Dorina. Figyeljetek. Ne felejts el pisilni, és a bolhát kullancsot meg ugatni, jó, mert van. Nem szeretjük azt, az az ellenségünk, ahol, ugye? Ahol érzed, guggolj, csak ne tujjálnál, meg kirohad. Igen. Oké, okay, mehetünk? 3-2-1! Okay, egyenesen. Nagyon megy. Oké, okay, gyere. De Dorina, egyébként azt kell mondjam, hogy nagyon tehetséges kutya. Okay, jaj, nagyon jól megy. Gyere, harmadik pályát küzdi le éppen. Oké. Okay. Jó. Nagyon kis ügyi. Nagyon ügyi. Most érünk az állatkához? Most ugass meg. Megsugatta. Jó. Jó. Oké, most lépdát. Lépdát. Jaj. Két lábrát a kutya? Aha. Gyere, lépdát. Vak ez a kutya, gyere. Jaj, szegény. Erre megyünk, itt lépdát. Gyorsan, gyorsan, jó idő. Szürke hályog van már azon a kutyán, a nagyobb. Nagyon régi az a kutya már, nagyon öreg. Mennyi az idő? Már nem, hát. nem úgy értem, hogy 8:30 lesz mindjárt, hanem hogy hány másodpercet sikerült teljesíteni. Na kérem szépen, akkor mondom. Az mond előző felé. Csapat 32 másodpercet csinált. Igen. Betyárját, Dorina pedig 29-et! Ez azt jelenti, Dorina, hogy megtarthatod a kutya jelmet. Ne, ugye 100 ezer forintunk van, ez újra 50-50 ezer forint készpénz jelent nektek egyébként. Uh-huh. És hát ha van háziállatotok, akkor lehet, hogy még... Van otthon. Van otthon. Itt van a kis kutyám amúgy, igen. Hol? Az a kis Berni? Az a saját kutyád? Mondjuk, ha látta ezt a produkciót, a kutya most összezavarodik, jaj, hogy mit csinál a gazdája. Egy tündér kis Berni pásztor. Igen, mondjuk nem csoda, hogy elbújt a kutya. Nem, ez a kutya után... most nem érti, hogy a gazda egyébként mit csinált. És egy ajándékcsomag is természetesen érkezik a szponzortól, úgyhogy azt is használjátok egészséggel. Így jó? Van. Na, Forresto úr jöjjön, azt adja át az ajándékcsomagot. Kérem, Forresto úr, adja át az ajándékcsomagot. Legyen kedves, fáradjon ide, Forresto úr, és adja át az ajándékot a lányoknak. Figyeljetek, és a fiúk nem kapnak semmit. Uh-huh. De azért vigaszdíj jár nekik is. Hát bolha elleni nyakörve. Így van. Természetesen ők is kapnak. De rendesek vagytok, köszönjük szépen. Hát Dorina, azt gondolom, életre szóló élmény. Képet vigyél haza a hapsidnak, hogy ez az új style, jó? Jó. Oké, köszi nektek, sziasztok, ciao. Sziasztok. Kazi írja, hogy nézzétek meg, hogy összeragad a két kutya. Egyébként ez nem rossz, ez egy városi legenda, ez holnap letesztelik a két játékosod, jó? Tehát holnap a beugró az, hogy az egyik kutya az megtetszik van a másik kutyának, és ott kicsit körbe szimatolgatják egymást, majd az egyik kutya hirtelen kedvet kap. Jó, ez lesz a holnapi játék felvezetése. Igen, de az van, hogy ez egyébként sajnos ez nem városi legenda, az összeragadás része.
Én nem láttam még olyat, mondjuk rettenetesen városi vagyok, de ilyen két irányba néző kutyát holnap nagyon szívesen megnéznék egyébként. Az a baj, hogy egy picit megijeszted őket, vagy egy váratlan szituáció alakik ők körülöttük, akkor azért ott lehetnek gondok. Én láttam már sajnos saját kutyánkat is. Összeragadva. Igen, a macskátokkal. Nagyon furán néz ki két kutya, amikor pont az ellenkező irányba néznek. Összeragadva egy rettenetesen kiéhető nyugdíjas. És a vonat végén egy postás. Marika nénivel a szomszédból rettenetesen össze volt. Na jól van. Csak mondom egyébként, hogy a legjobb időt futó játékos még majd kap egy két éjszakás vouchert a kutyabarát hotel Szépalmába. Tehát aki a legjobb időt futja, az öt nyertes közül még azon belül a legjobb egyébként egy két éjszakás szállodai vouchert is kap. Jó? Forrest úr átadta az ajándékot? Úgy fütyült, hogy át egy igazi 8 úr. Hónapig ilyenkor már a kullancsvédelemmel nincs is gond. De mi van a kutyákkal? Ja. Igen, a Forrest tónyakör nem a kullancsokat védi, hanem valójában a kutyákat védi, és a macskákat a kullancsok ellen. Na jó, van, jövünk mindjárt kitartás, mert hogy itt szakad az eső, de kitartás, mi pedig jövünk mindjárt 8:30 pontosan, drága szombathelyek, jövünk a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három negyed kilenc lesz, pontosan 3 perc múlva. Háló mindenkinek. Esik. Nem jó ír. De mire átér keletre, addigra mi is keleten vagyunk. Ez biztatóan. ez jó lesz, ugye ez elkövetkező, de egy hétre ez nagyon jó. Igen, 86-os úton Sántos település külterületén 3 személyautó ütközött össze, 4-es úton Ebes és Debrecen között, a 217-esnél 3 teherautó ütközött, és óriási a dugó a Liszt-Ferenc repülőtérnél befelé. Ezt mi a küldte nekünk? Na, egy-két dohányzós SMS csak, mert ugye kértünk a hallgatóktól még ötleteket. Bátorításként, igen. Előtt azonban egy nagyon helyes SMS. Az országot bejártam, sok helyen laktam, dolgoztam, és végig velem voltatok. Költözés alatt, szakítás idején, szerelembe eséskor, esküvő tervezéskor. Most itt élek Szombathelyen, és végre láthatlak benneteket élőben. Köszönöm a vidám reggeleket, Feri nevetését, Jani paródiáit. Balázs pedig úgy tökéletes, hogy van. Nem. Balázs lendületét. Remélem még sokáig veletek töltetem a reggeleket. Puszi nektek. Mimi, hol vagy? Hol vagy Mimi? Mimi. Emeld az ernyőd. És a srác bejelentkezett az első sorban. Oda néz, mi nem látjuk, hát csak esernyőket látunk. Mi mozog a zöldlevelű csipke bokorban, és azt megvan. Szombathely, szép állomás, zajlik már a faszállítás. Nincs meg. Kislányul a panorra, meddig jól meg. Nem ismeritek? Ismeritek ezt? Hát ez egy Szombathely induló. Szombathely szép állomás, zajlik a faszállítás. Hát ez a faszállítás. Hát minden buliról itt szoktam hazamenni egyébként. Ezt énekeled? Nem, amikor ezek kezdenek el szólni. Hát nagyon jó. Aki nem tud énekelni, aki rossz vagy, az mind ezeket tolja végig. Minden napra készülök az adott városból egy indulóval. Jó. Tehát már ezt szeráltam. Kislány ül a padon, ameddig jól meg nem. Igen. Szombathely szép állomás, és ezt kell énekelgetni. Nem volt ez meg? Ne figyeljetek ide, kiskorúak. Fogjátok be a fületeket mindenkit, de hát ezt a Szombathelyek ismerik, ez egy ilyen induló, nem? Persze. Szegények. Jó, hát mondjad azt, hogy a város himnusza. Hát ez, ahogy hallottam, ez egy ilyen indulóféleség. Igen, végignézek a büszke arcokon. Jó, hát ez benne van. És tegnap valakitől hallottam, mondtam neki, jövök Szombathelyre, és elküldte nekem ezt SMS-ről, ezt mindenképpen dobjam majd be, és mondom, hogy köszönöm. Ez jó kis dalocska egyébként. Na. Az egerszegélyeknek is van valami? Egerszeg szép állomás, tudunk ki holnapra írni valamit. Zajlik a faszállítás. Minden város. Hallottátok azt az Zalaegerszeg ide? Zalaegerszeg ide, srác, szóval. Zalaegerszeg szép állomás, zajlik a faszállítás. Szegediek vagytok, és nem ismeritek a városi blúzát. Szeged szép állomás. Szép állomás. Zajlik a faszállítás. Minden napra találtunk valami kis kegyetséget. Na jó van, mindjárt kimegyünk, mert lesz egy körkérdés, amit hozzátok intézünk. TV műsorral kapcsolatban.
kapcsolatban, de előtte egy-két SMS-t ígértünk, hogy lehet Ferinek leszokni a dohányzásra, mert Feri elmondta hősiesen, ugye, hogy tegnap este elnyomta az utolsó cigit. Igen, így legyen őszinte az ember. Újjongásba törtünk ki, tartjuk benne az erőt, megvigasztaltuk, lelki erővel támogattuk, majd kiderült, ugye, hogy igazából ma reggel kérte cigit Lacitól, de szakrálisan tegnap elnyomta az utolsót. A saját utolsómon már túl vagyok. Igen, kicsit féltem, hogy megint egy fogadásba rángatsz bele, de nem. Azt mondja, hogy Feri erősebbnek hittelek, Robi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Robi. Feri, a legtöbb dohányzó nő eldobja a cigit, ha terhes lesz, egy próbát megér. Egy próbát megér. Nem, hogy fölcsinálna valaki. Akaraterő kell hozzá, 7,5 éve szüneteltetem, egy hétig hordtam magammal a megmaradt 700 cigi, mert az esett a legrosszabbul, hogy észre se vették otthon, hogy nem cigizem. Mondjuk az tényleg dermesztő. Kilós mini cukorral próbáltam két hétig, de szétvágta a nyelvemet, és elhagytam a cukrot. Azóta zavar egyébként, ha valaki cigizik mellettem. Azt mondja, hogy én is le akartam szokni, de ahányszor meglát a főnököm, ahogy meglátom a főnököm, egyből rágyújtok, így nem is nagyon lehet egyébként. Egy csodás megfázás és köhögés után tudtam lerakni, Feri, lehet, hogy ez jó, hogy megfázol, mint nem, csak a fűvészkertben háromszor megfázol. Nagy láncdohányos voltam, de betegem még ez esett jól, augusztusban lesz egy éve, hogy nem szívom. De még minden nap hiányzik. Puszi nektek. Köszönjük szépen. Ellen kell rövid úton leszokni a dohányzásról. Ezt azt én olvastam neked. Elolvastad, azt jó főúszad magad, rágyújtották, és az nem sikerült. Nekem egy délután elfogyott a cigi, majd kértem egy kollégától egy szállat, ami erősebb volt, nem igazán esett jól, aztán kértem később egy másiktól, amíg mentolos is volt. A belem kifordult tőle, elnyomtam, és ez volt az utolsó cigi. De tehát valami mezitlábast kellene elszívnod, vagy valami durvára átállni. Nekem nem tudsz olyat mutatni, amit ne szívnék el örömmel. Az is igaz. Hogy belemártani mindegyiknek a végét valamibe. Valami kellemetlenne vízűbe. Aha. Mert tényleg van, egyébként a körömrágásról is van például egy olyan leszoktató ilyen lakszerűség, amivel bekened a gyalakot. Szó. Igen. Tehát, hogy az is. És így nagyon kellemetlen kesernyés íze van. És hogyha a ciginek a végét belemártogatod, akkor onnantól kezdve lehet, hogy ez így tudatosul benned. De te, jó, te nyilván nem vagy hülye, igen, az tehát, a baj. Hogy azt mártogassam azt, amit aztán a számba veszek. Ezt most nem hülye. Férjemmel együtt mágnes terápiával akartunk leszokni, egy vagyon volt, eltelt 5 nap cigi nélkül, és az én jámbor békés férjem közölte velem, miközben a ruhákat pakoltam a szekrénybe, hogy húzzak el a tévé elől, mert ki... a szobából. Mondtam neki, hogy gyújtson rá, és nyugodtan és hagyjon békén, mert egyébként agyoncsapom. Hát nem szép jövő áll előtted, Feri, azt kell, hogy mondjam. Volt szobatársam leszokott 3 hétre, annyira idegesítő volt, hogy én meg rászoktam mellette, írta nekünk Sanyi, köszönjük szépen. Dohányzás leszokásának 2 fázis van, az első, amikor leszokunk a sajátjunkról, ez nem nagy feladat, a másik, amikor rászokunk, amikor leszokunk a máséról. Na, az már egy kicsit melósabb. Én a diétával vagyok úgy, mint Feri a cigivel, egész egyszerűen nem megy. Tudtam, te tetű, ezt Szala írta. Kösz, Szala. Tudtam, hogy van néhány hallgató, akikre számíthatok. Balázs megint kopasz leszel, írt egy másik hallgató. Nem, én többet Ferivel nem fogadok. Akkor meddig bírtad? 3 hónapig? 6. Az nem rossz. 6 hónapig bírtad? 6 hónapig. Ja. Észre se vettem. Igen, az nagyon sokat inspirált, hogy egy ország röhögjön, ahogy te televízió műsort csinálsz a kis hajad nélkül. Aztán valaki azt írja, más téma, ma van a 29. születésnapom, legalább ezt olvassátok be, ha már az év többi napján, nem olvassátok be az SMS-emért, puszi nektek, törzshallgatótok Anita. Na, ki látta az Eurovíziót? Hát én belenéztem belenézegettünk. Hát ugye mindenki tudja, hogy nem az én műfajom, tehát hogy ez a... Ez senki műfaja, János. Azt kell, hogy mondjam. Ez egy agyátlan dolog, amit unatkozó emberek néznek otthon, és ezért lesz magas a nézettség, illetve összeadódik. Egyrészt már bőven nem Eurovízió, mert hogy Ausztrália, tehát tulajdonképpen mindenki benne van. Hát ugye a magyar fiaink nem szerepeltek túl jól, szegények pedig egyébként kilógtak a mezőnből. Nagyon egyértelmű, 21-ek lettek, de volt már egyébként az Eurovízió történetében ennél rosszabb. Igen, magyar Charlie, helyezés is. Nem is csak a Charlie, mert rajta kívül is voltak még. Úgyhogy, és hát nem nagyon tudtak mit kezdeni, mert persze kilógtak a mezőnyből műfajilag is, én azt gondolom, meg mindenféle tekintetben, de nagyon jól tolták, és semmi megilletődöttség nem volt, semmi lámpaláz nem volt, nagyon olajozottan működött. Igen, ez viszont a nézőközönséget nem hatotta meg. Meg hát ugye magyar szöveg. Tehát, hogy azért például a Kálai Sandersnél, akinek volt egy nagyon szép helyezés, azt hiszem, hogy 5. volt ő. A Running-gal 5. volt. Bájer Friderika volt a legjobb, csak elmondom neked. 3-mal. És ő is magyarul énekelt. 4. Bájer Friderika minden idők legjobb 4. helyezését ért el. És ő is magyarul énekelt. Minden idők legjobb 4. Minden idők legjobb 4. Ennél jobb 4. senki nem volt. Én egy társágban voltam, és úgy döntöttünk, hogy nézzünk Eurovíziót. Én nagyon régóta nem láttam. Elfogyott az ital? Összetört az üveg, nem lehetett pörgetni.
beszélgetni. Nem, már mindenki mesteren volt, kipókereztük magunkat. Így van. Mindenki volt mindenkivel mákora. Igen, nyiszelt a swingerezés után levezetésképpen bekapcsoltuk az Eurovíziót. Hát figyeljetek, szóval, hogy ez, én régóta nem láttam, de ez meg, ez na, felfoghatatlanul szar. De nincsenek rá jelzők, de nem, most nem a magyarokról beszélek, döntőbe jutottak, elképesztő. Tehát az, hogy sehonnan nem jön és sehova nem tart, az egy gyenge jelző. Figyelj, rossz dalok, manír, ebben a műsorban mindenki hazudik. Ebben a műsorban egy őszinte mozdulata nincsen senkinek. Hazudnak a műsorvezetők rettenetesen álságosan. Műnevetések, előre megírt poénok, rettenetesen borzalmas dalok, de olyan, nem vagy nem slágeresek, felfoghat, tehát mintha direkt arra írnák, hogy legyen rossz. Szerintem van 3-4 Eurovízió dalszerző, aki minden országban bérdolgozik, és ez mindenkinek megírja a dal. Mindegyik dal ugyanolyan, ez az izraeli kis csaj, ez egy kicsit legalább más volt, ez egy ilyen kis pufi kis csaj volt, csak nyomkodott ott valami szintetizátort, és legalább úgy volt valamilyen, hogy egy kicsit vicces volt. De ha... Ilyen kisbekesesen? Nem, mi annyi, nem annyira. Figyelj, olyan felfoghatatlanul rossz dalok, de nemhogy nem slágeresek, várjál. Szóval nemhogy nem slágeresek, hanem kifejezetten a hallgathatatlan, nem slágergyanús rossz dalok. Mert ezek manírosan rosszul, nagyon nagy körítéssel előadva. Borzalom. Ez de tényleg borzalom. A 70-es évek fesztivál világában az. Maradt ránk. Nem akkor, maradt ránk ez sehonnan. Dehogy nem. Ez nem lehet a mi örökségünk, minden, az Eurovízió. A világ minden országa a 70-es években ilyen nagy zenekaros, fesztiválos tévéműsorokat csinált. Például a Magyar Táncdal Fesztivál. Ez pontosan az, hogy várjál. Így jársz. De oké, de ha vicces, akkor valójában azt gondolom, hogy legyenek valóban vicces produkciók. És akkor nevessünk. Nem voltak. Ha komoly, akkor legyenek nagyívű, nagy slágerek, jól dúdolható olyan dalok, amiket tényleg még azok se voltak. Tehát viccesnek nem vicces, komolynak nem komoly. Tetszett, mert a borzadály? Barzadály, bocsánat. Figyelj, az az izraeli csaj, legalább nem már volt valami. Az egy pufi csajci, mosolygós, életvidám, előadott ott. Ez volt a dal, így megmaradt. Nyomkodott ott valami laptopot, rohangált a színpadon, és Tamagocsi énekelt valamit. És a táncosok, azok ott csináltak valamit. Legalább akart valamilyen lenni. De figyelj, ez egy értelmetlen pénzszórás. Akkor találjunk ennek a pénz, az összegnek valamit, és találjunk ki belőle valami jót. Hát az, hogy ránk senki nem szavaz, az egyébként dermesztő. Nem tudom pontosan hányadikok lettünk. 21 a 24-ből, 7-ből, nem tudom, 30-ből, nem tudom. De hogy, tehát nagyon kevés pontot kaptunk. Nem ők szavaznak ránk. De azt nagyjából tudtuk, hogy... Azért, mert az AVSZ-es srácok profik voltak, tudták, hogy ez nagyon sokba két pénzt kerül, ezért ez nem szabad nyernünk. Mert ha nyerünk, mi rendezzük? De várjál, mi már a Magyar TV-ben beixelte, hogy nyerhetünk, megrendezzük. Az, hogy ránk nem szavaznak, az mindig szomorú egy kicsit látni. Egy világ végén is meg tudnánk rendezni abból a pénzből. Az dermesztő volt, hogy nem szavaznak. És akkor minden műsorvezető bejelentkezik, és tudod, amikor így nagyon köszön mindenkit, nagyon elmondja, hogy Hello Európa, mi itt vagyunk, és mindjárt mondjuk a szavazatokat, de kicsit ilyen kellő távolságtartással néhány alkoholos ital állapotán egy ilyen szűrőn keresztül látod, hogy mindenki hazudik. Ez az egész egy óriási hazugság. Én nem tudom, hogy ezt komolyan mondom, kinézi. Borzadály! Kis kamu minizongora beadva, hogy... Az annyira álságos, és annyira álszent, és annyira hazug az egész, hogy ez nem valódi őszinte szórakoztatás. Ez egy ilyen, ez egy népbutító, népülő, ideg, lelketölő hazugság, ami történik. Elpusztítj Európát ez a műsor! Nem lehet, hogy ez egy közös európai érték, ez az Eurovízió. Borzalom! Borzalom volt. Meg hát nekem, ami nem tetszik bele, de az soha nem tetszett bele, az, hogy nagyjából egyébként, amikor jön egy ország, és tudod, hogy ennek az országnak egyébként milyen baráti kapcsolatai vannak a világban, akkor nagyjából sejted is, hogy melyik azok az országok, akik szavazgatják. Ha jól feküdnénk, nem fájna, hogy igen, most ránk nem szavaz, azért fájna, hogy mi nem fekszünk jól. Az, hogy ha már annyiszor egy évben benyalunk a ruszkint, akkor legalább egyszer nyaljanak már vissza ők is, érted? Kitől kaptunk sok szavazatot? Valaki megszólt minket. Nem kaptunk senkitől. Az Azerbajdzsán. Jó, hát visszaadtuk a baltást, aki kérte. Hálásak voltak érte. Hálás volt Azerbajdzsán, az ki is tüntették már a repülőtérrel, hogy megérkezett, de mindegy, hagyjuk is. De legalább ott nekik visszaadtunk valamit, és azért ők megszóltak bennünket, működött a kapcsolat. Igaz, hogy egy olyan embert adtunk ki, de legalább érte, történt valami, és akkor az azeriek azt mondják, hogy nem a magyarok adták vissza. Akkor szórjuk már meg őket 8-an. Az a baj, hogy Nigéria az ugye nem tagja ennek a dalszerűségnek, mert akkor visszakadhatnak fákot. Lehetne plusz pontokat szerezni. Adnák egy csomó mit pontot. Tudunk adni mi Németországnak? Németországnak? De elhúztak Jont, mert a kelet-német oldalon ő nagyon-nagyon népszerű volt annak idején. Az, hogy nem láttátok, tehát pusztítóan gicses rossz dalok. Tehát nem is azt mondta, hogy figyelj, ez működik. Na ez jó. Hangos is, figyelj, ez nem egy rossz dal.
pusztítóan penetra rossz dalok voltak. Tehát, hogy ilyen azt mondta, hogy tehát ezt külditek, ez van az országotokban, érted? Tehát nálatok ez, ez a popipar, ez a zeneipar. Nem hiszem el, hogy nálatok ez van. Megvan, hát, adjuk vissza Cookie-t. De jó, a franc zsebünkben. Adjuk vissza Cookie Gianni-t is adjuk vissza. Olaszok is a zsebünkben. Mindenhova adjunk vissza valakit. Mindenkit, aki itt van, itt él, és szeretjük egyébként, becsüljük, tiszteljük őket. Gianni-t egy kicsit sajnálám is. Cookie-t is. És csomó pontot kapnánk ezektől az országoktól, hogy visszakapnák a jogos jussukat. Nincs bajom Ausztráliával, ők mióta vannak az Eurovízió? Most jöttek be? Vendégként voltak. Tehát ide egyébként a bejelentkezel jöhetsz? Tehát nincs baj, jöjjenek. Ha befizeted a költségeket, ja, a belejáró költséget. Ausztrália az befizeti. Tehát becsengeted, és akkor te... Mi haszna van az ausztráloknak abból, hogy ők ebben rendben sok vannak? Az ausztrálok annyira durván nézik ezt a műsort, valamiért annyira bejön nekik, annyira... Na, én ezt nem értem. Tessék. Tehát ezt nem értem. Hajnal 2-3 óra körül van náluk a közvetítés, és ehhez képest az ausztrálok felkelnek, és nézik, és imádják. Na, őszintén közületek, kinézte, tessék. Na, azért bátran jelentkeznek. Jó. De figyelj, nézik, tehát nekem elképesztő nézettsége van, tehát tényleg nagyon nagyot hoz, de ennél lehetne valami őszintébb dolgot csinálni. Így van, például szombat egy szép álom. És most mindenki egyszer. Én elhiszem, hogy az ott fellépő zenekaroknak az izraeli kisenek, ez egy kiugrási lehetőség, mert megnyert ilyet hazamész. Kiugrási az abban az utolsó, akire emlékszel. Nemzetközi szinten nyilván nem, ez egy kamu, aki azt mondja, hogy majd elindul a nemzetközi karrier. Mondja 3 dalt az elmúlt 10 évből Eurovízióról, mondjuk Wurston kívül nem nagyon tudsz. Mondd el a tavalyi győztes. De meg csak fogalma sincs, mert nem emlékszel se a dalra, se az előadóra. De mondjuk az izraeli csajnak Izraelen belül lehet, hogy ez egy kiugrás. Most végre ott hagyhatja majd a kóser fánkozót. De szóval, hogy én mondom, én régóta nem láttam ezt, és megnéztem, mondom, atya úristen, hová tűnt az őszinte nagyon televíziózás? Leáldozóban van az őszinte televíziózásnak. Hát nem szabad, ezt nem szabad elhinnünk, ami ott történik. Jó, de azt te is nagyon jól tudod, hogy itt például egy éves keretét, hogy bármilyen pirotechnikus simán előheti. Tehát, hogy ők viszont nekünk... imádják. Tehát, hogy a háttérstáb meg imádják. De várj, de nem ez volt, de most aljasak voltak, mert a magyaroknak eladták ezt a pirotechnikát, hogy megvettük. Igen, ugye, 15 ember. És aztán kiderült egyébként, hogy 26 másik ugyanúgy lövi a lángokat. Hát tehát, azt nem kötelező elárulni, hogy hát más ez egy csúnya dolog, érted? Vedd meg, jó pénz, és vedd meg te is. Te is, te megveszed, mert azt hiszed, hogy majd olyan lángokat lőnek a produkción, és látod már, ugye? Vagy a próbán, vagy én. A másodikat. Hát nem volt, a németek is lőnek, de az ausztrálok is lőnek. Hát mindenki bufogtatja ezt a lángot. Mert hogy az AVS-nek tök jól nézett ki a színpadon. Nagyon jól nézett. Aztán utána még 26-an ugyanúgy lőtték ezeket a lángokat. Ezerrel zúztak egyébként. Jók voltak, persze. Nagyon oda tették magukat, szerintem a zenekarnak ez nagyon-nagyon-nagyon beüthetett, meg beüt is. Szerintem ők hova üt be? Nemzetközi szinten. Hagyjál már ezzel a nemzetközi szinten. Az abba volt az utolsó. Milyen nemzetközi szinten? Dehogy üt be nemzetközi szinten. Na micsoda? Na most várja a metal guru. Na mondjad a metal. Lánzámbite. Hova? Dehogy üt be nemzetközi szinten. A saját műfajában nem hagyjátok, hogy végigmondjam. De a metálosok nem nézték az Eurovíziót, mert 30 szart kell végignézni. Igen, de a videó megosztókra fölkerül. Hát és ki szavaz? Ki szavaz? Ki a zsűri? Soha nem mond... Higgyétek el, sokat számít. És nem látod a zsűrit? A műfajon belül. Nem látod a zsűrit? Egyik országban sem látod a zsűrit, hanem azt mondják, hogy adtunk 2 pontot, 8 pontot, 6 pontot, és a 12 hát pont. Nincs zsűri, hát a szavazatok alapján jutnak be. Nem. A nép szavaz. Hát nem a nép szavaz. Hogy adod a 8 pontot, a 12 pontot, meg a 6 pontot? Fele a szakmai zsűri. Bocsát, szakmai zsűri. Hát mert akkora kamu a szakmai zsűri. Nem mutatnak sehol szakmai zsűri. Bácsi. Mondd meg nekem, ki volt a magyar szakmai zsűri, ki a ciprusi szakmai zsűri, ki az angoloknál a szakmai. Nem látsz, egy álságosan viselkedő műsorvezető bejelentkezik, hogy hello Európa, itt vagyunk. És ugye, nem látsz szakmai zsűri. Ki azt nálunk, ki volt az? Egy nevet mondjál már. Szandi. Na jó. Nagyon szeretjük. Mondjuk Szandit kedveljük. Így van. Szandi volt a szakmai zsűri. Aha, az nagyon jó. Az egyik, de hogy akkor több szakmai zsűri van. Na. Aha. Tehát valahol ők ülnek, akkor is élőben beküldik a pontjaikat, és akkor azokat látjuk megjelenni. Aha. Kik szakmai zsűri? Szakmai zsűri. Jó, ki volt még? Szandi, ki még a szakmai zsűri? Vincelilla. Most már értem, hogy ki milyen pontot kapott. Vincelilla az ország egyik legjobb énekesnője. Azért mondom, hogy kiváló énekesnő. Azért mondom. Jó, te legalább akkor nálunk látjuk a szakmai zsűri. Ki volt még a szakmai zsűri? Kandidálnék jövőre. A metál szekció, ha esetleg lehetne. Esetleg. Ha de csak a Szandi benne lesz. Ha. Jaj, sem gyerekek, nagyon jó. Volt még szakmai zsűri? Bojki Balázs.
Ja, hát a Bojki Balázs. Bojki. Ha, Bojki. Nagyon jó. Bojki, nem. Bojki. Na jó, persze valakinek a levél vicce. Most azt hiszem, megint 10 évig nem nézek Eurovíziót, tényleg megteltem. Megteltem, gicsesebb előadások, a borzalom volt. Ne, most azt írtuk el egyébként, hogy most kín volt végre egy metal zenekar, most 20 évig biztos senki nem fog kikerülni. Na jó, de lepontozták. Szegénye. Bali-Bali Ausztráliát minden évben bekérdezett. Ez is lehet. Na jó, jövünk még az utolsó játékunkkal, senki nem menjen sehova, 9 óra lesz pontosan 1 perc múlva. És hát nem késő még jönni, egyébként elállt az eső? Hát nem úgy tűnik. Nem állt el az eső, Szombathely főtér. Tudod, itt vagyunk. Miből veszed észre, ha nem lesz esernyő? Igen, de tudjuk, hogy Szombathely szép állomás. Állomás, nagy zajlik a vasár. Na jó. 9 óra van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 14 percet. Hello lányok, hát az első sor az töretlen. Az első sor az töretlen, jöhet, mert szél, eső, gyerekek, bármi igazából. Igen, a kemény mag az itt van velünk. Hello csajok. Még mindig az első sorban. Igen. És mindig esik, igen. És akkor most mindannyian egyszerre. Szombathely szép állomás. Csak kérdezek, hogy ismeritek a dalt. Gyerekkorban nem járt ezért itt? Én nem ismertem. Nem ismerted? Szombathelyi vagy? Nem, Undi. Ja, Undi, persze, még mindig Undi, persze. Hát akkor azért nem ismerted. Van itt Szombathelyi, aki ekte Szombathelyi. Ott egy kislány. Hello, szia, jó reggelt. Hello. Ismered a Szombathely szép állomás? Igen, nem itt laktam Szombathelyen, de amikor még nem itt laktam, is ismertem. Tehát ezt mindenki ismeri. Persze, és ezért intő jár. Tehát, hogyha ezt a Szombathelyi suliban énekelted, akkor ha kemény volt a diri vagy a tanár, akkor nem énekelhetted, hogy Szombathely szép nem állomás. Ezért kaptam a legerősebbet. Nem? Durvábbakat? Durvábbak. Mit csináltál? Mit nem? Jó. De nem baj egyébként. De rossznak kell lenni, azzal nincs baj. Hogyha kijöttél? Ide most? Igen, hogy veled csináljak selfit, de az előbb elmentél, amikor ott álltam, én voltam az utolsó, és nem jöttél oda. Hogy tudom egy lánytól megkérdezni, hogy kijöttél pont egy olyantól, akit halálosan megsértettél. Tehát mindenki kedves, aranyos, kint voltam, fotó, egyben belekérdezek, hogy és hogy kijöttél? Hát rohadjál meg úgy, hogy 3 órája várok rá. De bárkit megkérdezhettem volna, hogy kijöttél, de belenyúlok. Hogy hívnak? Erika. Erika. Hát jó, meg lehet ez Nyugtasson a selfie. Nyugtasson meg Erika a gondolat, hogy legalább az üveg mögött láttad. Az üveg mögött. Igen. Erika, mit csinálsz egyébként? Hát én most itt állok az esőben. Ja, jó, oké, jó, igen. Rendben válasz. Nem teljesen erre gondoltam, jó. De Szombathely szép állomás. Hát nem? Az nagyon jó. Szép. Igen. Oké, na, azt mondja, egy-két SMS még gyorsan. Éppen felétek gurul a nap legfiatalabb hallgatója, egy éves rózsaszín Luffy, egy egyes rózsaszín Luffy jelzi az útját. Aha. A kislányom a egy éves egynapos tipegő klub előtt még benézek, kinézek hozzátok, mit küldte nekünk. Jó, hát lehet, hogy a szakadó eső az elsodorta a gyermeket egyébként, vagy az a szökőár, amit jött az utcán. Mindenesetre itt van, akkor nagyon örülünk. Nagyon jók vagytok, örülünk neki, hogy Szombathelyre is eljöttetek, és élőben láthatunk titeket. Balázs Zoltán írta nekünk, aki nyilván közben már elindult dolgozni. Nyugalom, a rock katonái egyre többen lesznek, és felülkerekednek majd ezen a fanyar citrusos popkultúrán. Hát gyerekek, ez nem mi fagyjuk popkultúrának, ez nem hagy nyomot a popkultúrában, ez nem a popkultúra, ami az Eurovízión tartozik, az nem tartozik a popkultúrához. Tehát az egész nem az. De azt látom, hogy közben a magyar zenekart meghívták a nagyon híres Vekerle fesztiválra, úgyhogy ez erre. Tessék, a világ legnagyobb metal fesztiválra. A Vekerle Open, ez azt jelenti, hogy nincs fedés a színpadon. Open, érted? A Feri előbb felolvasta nekem kifejezetten úgy arra fókuszálva a set listát, illetve azoknak a fellépő zenekaroknak a listáját, igen, hogy véletlenül se legyen benne egy olyan se, aki igazi headliner. Ez nagy dolog. Valahogy a Red Hot Chili Peppers meg a Judas Priest kihagyta. Azt mondtam, de az összes többit. Azt mondtam, hogy a 80-as években ők még nagyon menők volt. Jó, de azért ez nagy dolog, hogy ott lesznek a Vekerlén. Ez nagy dolog. Vekken, vagy hol mi ez pontosan? Vekken vagy Vakken. Vekken, vagy Vakken. Flottyen, flottyen. Angolosan vagy németesen mondod, ez évente ez nagy dolog. Cirka 80 ezer ember látogat el ezekre a fesztiválokra. 10 éve gyakorlatilag full csúcska. 80 ezer, hát a Szigeten egy este vannak a izének valami diszkósz. Na jó, de azért ez mégiscsak jó, ez mégiscsak jó. De ez nagyon kemény. Full teltházas, a világ legnagyobb metal fesztiváljáról beszélünk, és nekik a saját műfajban, saját közegükben kell szerintem kitaposni az útjukat, és ott karriert csinálják, ja, és azt meg is csinálják. Backstreet Boys, in memoriam Backstreet Boys fesztiválra nem menjenek azért.
Egyébként fesztiválra menjenek. Csak gondolj, hogy a 2006-os győztes, most kaptam az információt, a Lordi zenekar, találkoztak ők is az Őrséggel, és azt mondták nekik, hogy ők ugye csak a parodia metal, parodia rockot csinálnak, de az igazi metal az az, amit az Őrség csinál. De az LP, figyelj, mondom, én nem a magyar zenekarról beszélek. Nagyon, és ki is lógtak ebből az nagyon, nagyon gicses, borzasztó mezőnyből egyébként. Na, Feri, hogy bejöttél? Már menni kéne ki? Bejöttél melegedni, átázott az eső kamerát, nem is értem, miért vagy itt benne. Hát, mit gondoltál? Ki tolna, fiam, ki tolna ezzel? Hát, én azt látom, hogy azt látom, hogy most már meg is száradt az eső kabátod, menjél szépen ki, melózzál, gyerünk. Lesz itt időben jönni, hát gyere ki, hát jön a... Csak kicsit benéztem. Jön a mizójáték, úgyhogy felkészül Roberta, csak hornok, felkészül Roberta, azért egy mondat erejéig szólaltassuk meg. Menjél, minden izgalmas dolog kint történik, gyerünk ki az esőbe. Melegedni. Mizó játékunk egyébként, ez is nagyon jó. Figyeljetek, azt tudjátok, hogy jó beteg hangulatban voltunk, mikor kitaláltuk ezeket a játékokat. Igen. Mondom, hogy a játék... A Luffy megérkezett, ja. A rózsaszín Luffy is. Kislány, kisfiú, bárki is ő, de megérkezett. De az jó volt az kislány, a geggelés. Rózsaszín Luffy. Én is rózsaszín Luffyt kaptam gyerekkoromban, tehát attól még lehet kisfiú egyébként, vagy meg is lett az eredménye. Nekem az első barátnőm is egy rózsaszín Luffy volt. Édes Robertának. Hol van Roberta? Mondjon nekik egy mondatot, Roberta. Még nem is láttam. Sziasztok. Még. Roberta. Hát gyönyörű vagy. Na megyek, megnézem, milyen állapotban van. Rokeres, nem? Köszi. Figyelj, Roberta. Látod az AVS győzelmére? Feketébe öltözött. Roberta, képzeld el, hogy már jöttünk a turnéra, és már múlt héten kérdezték a hallgatók, hogy lesz-e-le. Wow. Tehát, hogy ez, na, ez ennyire sokat jelentette, hogy minden évben kétszer itt vagy a hallgatóknak. Oké. Okay. Nézd meg, a Balázs nem fotózták ennyien eddig, mindenki itt áll. Azok, hogy nem látok, ilyen esernyőket látom, mert én is kijöttem egy esernyővel, de annyira messze vagy, meg annyira sokan vannak, hogy most nem vágom át magam a tömegem. Elmondom. Jaj, csak Balázs, nincs vezetéke a mikrofonnak, jöhetsz nyugodtan. De olyan jó, mert itt viszont, hogy föntről rátok látok az üvegstúdió elől, de ugyanúgy esik, nyugi, jó, nem, jó, nem egyébként meg. Jó, kár, gyere, nézd jó meg. Jó pedig, nézd jó, meg. Ma is nagyon jó. Rockeres, szerintem még egyébként lehetne rajta kicsit dolgozni. Láncokat egy ide kis szegecselés szerintem nem ártana. Úgyhogy de rendben van. Figyelj, egyébként, gyere, nézd meg. Minden évben volt valami olyan mondatunk, amit te mondtál be, vagy legalább egy szó, emlékszel, ugye a három. Igen. De most is mond, most is elmondhatja majd, hogy a játékos a három dobás alatt hányszor esett vízbe. Tehát azt nekünk azért elmondhatja, hogy háromszor esett vízbe. Ne úgy mondja, hogy háromszor nedvesett. Ja. Háromszor lett vizes. Jó? Csak a konkurencia nevét nem mondd be, mint tavaly. Na, mondjuk a játékot, hogy miről szól. Felépítettünk egy állványt, egy ilyen kis akváriumot. Ez egy hatalmas nagy hordó, és a hordó szélén van egy szék. Arra székre rá kell majd ülni az egyik játékosnak, a másik pár ellenkező játékosa pedig dobálhatja azt a piros gombot, amit ha eltalál, akkor a játékos vízbe esik. Mikor lehet dobni? Ha az általunk feltett kérdése, a játékos jól válaszol, az a játékos pár nyer, akinek az egyik tagja, aki fentül a széken, az kevesebbszer esik a vízbe, mint az ellenfél egyik tagja, aki szintén fentül majd a széken. Érthető ez így, vagy mondjam el sokkal egyszerűbb? Persze. Ültök, dobtok, ne legyetek vizesek, ez a játék. Nem hideg jó? A víz. Nem hideg a víz, nincs barátságos, mint szakadó esőbe egyébként beesni egy hordó vízbe. Tehát kifejezetten hallgató barát a játék, de jó, nagyon sokan jelentkeztek hozzá, rá. Tegyük hozzá, egy 30 fok volt a stúdióban is, amikor ezt kitaláltuk, és akkor arra igen. Milyen jó lesz érted itt a melegben? A nyáron, a melegben, ez a napsütésben, milyen jó lesz majd, hűsítő, fürdő egyébként, igen. Már lilula kezem vége. De nem baj egyébként, nagyon kellemes. 26 fokot esett az évi középhőmérséklet, és egy ilyen jeges, 30 km/h északi szél fúj be itt szépen a főtérre, de nincs ezzel baj. Kik a játékosok, Ferenc? Nagyon őszinte mosolyú játékosaink vannak. Mi a keresztnevetek? Réka. Krisztián. Réka és Krisztián, ők teljes mizószetben vannak, strandpapucs, klotgatya és egy fehér mizós póló. A biztonság kedvéért pamut póló és nem neoprén. Aha. Ja, hogy ti nem együtt vagytok páros, ti vagytok azok, akik esni igen, fognak. Az ellenkező páros két tagja, az egyik Isten, fölül a székre, van. A másik dob. Kiül a székre. Hát ugye itt most már ez úgy, tehát a két ember, akit most megmutattunk, ők fognak egymással versenyezni, és itt vannak az ő párjaik, ugye? Igen, Ildikó. Tündi. Ember legyen a trapán, aki kibogózza, hogy ki kivel van. Te vagy Rékával, jó? Azért, mert én is azt hittem, hát ember, én is azt hittem. Azt hittem, és hogy ők vannak együtt. Itt van velünk, Ica és Gábor, és kivel vagytok? Én az Irénnel, meg a Katival, és én a Csabával, meg az Olival. Oké, okay, akkor jön az első pár. Nem kapcsolódik szervesen, de itt van velünk Dezső és Lajos is, akik csak kijöttek nézelődni, illetve Károly és Tamás, akik csak erre jártak. És nagyon szeretik. És itt van Horváth és Sipovics, Béláné a közjegyzők, aki egyben logopédus is. Na, szerintem kezdjük el a játékot. Akkor valaki üljön föl arra a székre, aztán valaki megdobjon. Szerintem a hallgatók értik ezt, hogy a miről szól. A férfi ember fog... Ne, fürdessünk már csajt.
Krisztiánnal kezdünk. Azt mondta, hogy ő meg akarja mutatni, ne legyél már izé. Jó, hát akkor üljön föl. Megavard, így se nagyon értjük. Krisztián fölmászik, belógatja a lábát a ott vízbe, megy a hős, tapsoljuk meg. Micsoda dolog, ilyenkor beülít egy hordó szélére. Jó, most ne kezdj el reklamálni, aha, hogy vízes az ülés, neked kicsit tök igen, mindegy lesz. Én mindjárt pont a boxer alá láttam, hát hideg van. Igen, picit belátni nincs is ennél jobb. Viszont tényleg ez egyébként otthon a szerkesztőségi szobában 30 fokban tényleg jó ötlet volt, Feri. Tehát ott ezt jól kitaláltuk, hogy ez egy jó játék lesz. Na, és ugye a lényeg az, hogy mondom azoknak, akik nem látják, bár lehet bennünket nézni folyamatosan, hogy ugye szembe kell állni, mint a Vidán parkokban van ez, amikor egy kosárra dobsz, meg el kell találnod ilyen céllövöldében mindenféle bábukat, úgy kell dobni a játékosnak, és el kell találni egy piros gombot. Ha megnyom... A kéked, mindegy. Kék vagy piros, tudod, hogy 40 évesen vannak, bajok vannak a színekkel, nekem nem tanultam megedni. A lényeg, hogy eleje van. Ételeje van. El kell találni a gombot. Ha eltalálja a gombot, akkor az a kis palló, amin ott ül a játékos, hogy Luke Skywalker állt a Jedi visszatérben a palló szélén, beesik a vízbe. Ez történik. Krisztián, jó a víz? Jó, hideg, igen. Hideg? Jó, hideg, igen. Éjszaka még fűtöttük, de aztán láttuk, hogy úgyis leül, és kivettük a fűtést. Sok volt a villanyszámla, és jó. Igen. Akkor jöjjön az első kérdés, az ellentétes csapat. Hogy... Ki a dobó? Hogy hívják? Réka? Tündi. Tündi. Szép volt. Tündikém, jól dobsz, jól célzol, ügyes vagy? Igyekszem. Igyekszel, jó. A gombot látod? Igen, csík. Igen, látja, az a látod, gomba, kék az a gomb. Igen, okay, igen, látom. Na, jöjjön a kérdés. Na, hát akkor a Mizo Soft Selection játékunk. Első kérdése. Mit fölösleges venni az anyósnak? Egy, levegőt. Kettő, melltartó. Ki írta ezeket a kérdéseket? Szerintem jó kérdések. Melyiket? Kimásoltad a hahotából, Feri? Levegőt, ez a levegőt, így van, jó kérdés. Jó válasz. Jó kérdés. Zita, Krista, Kata, Erzsi. Tündi, Karcsi, dobj egyet. Figyelj, de találd el. Tündi, találd el, mert... Találd el, mert akkor megy be a vízbe. Jó? Dobunk. Na, nagyon jó. Jó. Egyből semmi. Azt mondja, egyből jó. Semmi. Várja, ne. Jön a következő nagyon okos kérdés. Jöjjön. Na, figyeljetek, azt mondja, hogy mi a kanibálok kedvenc gyors kajája? De primit, Jézus Mária. Nincs oda. Mindegy, olvasd. Mondd be, olvasd be. A pizza futár. Kettő. Jó, hiszen gyors. Kettő. Igen, kettő. KFC. Ez van ideírva. Vágó Istvánnal. KFC. Aha, na, oké. Okay. Mi a kedvenc kaja? Pizza futó. Jól válasz. Igen. Jól érzem, hogy kicsit minden válasz jó? Ugye? Yeah. Tehát ez erre lett kitalálva? Jó helyen kapizsgálsz. Jól érzem, hogy bármelyik válasz mondja jó? Ne, aha, oké. Okay. Akkor Kati dob. Aha. Nagyon jó. Kettőből nulla. Hát, hogy... Igen. Milyen sportot választottál a kézilabda helyet? Kettőből kettő. Annak idején. Simán megnyeritek, mert nem fogsz fürdeni. Tehát ha így céloz a játékos, eddig nem fogsz fürdeni. Így van, bár hogyha sokáig húzzuk, elázol így is, úgy is. A harmadik kérdés azt mondja, hogy hívják a búzamezőn verekedő parasztok sportját? Jézus, ez tényleg a egy adok-kapok, kettő tiebox. Adok-kapok. Adok-kapok! Persze, hogy az adok-kapok. Most már tényleg találd már el. Egyet legalább találd el, hogy megnézzük, hogy nem hiszem. Aha, alakul, de... Ez egy olyan másfél méterrel ment mellé. Láttam? Jól láttam? Igazából úgy tűnik, bármit kitalálhattunk hát volna. Hát Krisztián! Krisztián, megúsztad a fürdést. És akkor ez kell itt... Krisztián, gyere le, akkor jöjjön a másik játék. És ugye nagyon nagy mázlid van, hogy egy olyan kislánnyal játszottál, aki effektíven nem érzi a dobást, finoman szólva. Mennyi a távolság? 2 méter, amikor el kell találni? 2,5 körülbelül? Hát körülbelül annyi, 2,5. Na, gyerünk, Réka. És egy 20 cm átmérőjű kék körbe kell egyébként bedobni. Szerencséd vagy, ilyen játékossal találkoztál. Oké, okay. Ki a másik játékos, aki felül? Réka! Réka! Egy lányjátékos. Tudsz úszni, Réka? Tudsz úszni? Még nem próbáltam. Még nem próbáltam. Nem próbált még. Erre a kérdésre ilyen választ nincs. Tudsz úszni? Még nem próbáltam. Jó, oké, okay. Másszál akkor föl. Tessék? Kiszedünk, abszolút, kiszedünk. Az ő kilátszok majd belőle? Igen. Olyan vagy, mint Nemecsek, 3-szor fürdesz a fűvészkertben, megfürdetünk téged. Oké, na. Krisztián párja Ildikó fog dobni, ugye Krisztián megúszta, és akkor most ők Rékát megfürdethetik. Első kérdés. Ez tényleg primitív. Mondja. Ez tényleg ahota. Mit mondott a japán kamikaze kiképző tiszt? Jaj, ne! Jézus, már este vegyük át ezeket a kérdéseket. Na. Igen. Primitív, úristen. Figyeljenek jól, mert csak egyszer mutatom. Ez 83-ból van.
Ha igen, vagy egyél susit. Meg, ne, meg vagyunk az első. Mondd be az egyél susit, hogy jó-e az egyél susit. Mondd be, hogy egyél susit. Így van, jó a válasz. Hátja Isten. Jó, oké, na próbáljuk meg eltalálni azt a nyomorult gombot, ahogy Balázs fogalmazott. Jó, jó. Alakul, alakul. Oké. Egy más jövétere ment csak alá, nem baj. Jó a játék, jó a játék. Azt mondja, hogy mennyi a pálinka és az aspirin összege? Mi van? Na. 11, ugyanis a pálinka üt, az aspirin meg 6. Már várja, tudta magától, hogy 5 és 6. Ja, jó, oké, ne is várjuk meg. 5 és 6. Várja, okay. Várja, várja, az, hogy a pálinka üt, a gyógyszer igen, meg 6. Igen, azt mondja, ugyanis igen. A pálinka üt, az aspirin meg 6. De mondtam, Jani, hogy nevedd el a Feri jegyzeteit komolyan, azt ne hozza be műsorban. Jaj, Istenem, az még forrás, gyerekek. Ide van írva mellett az, hogy Szombathely fél 10 után. Na. Oké. Okay. Dobjad. Jó, dobjad. De most már találjuk. Nem állj gyerekek, hát tényleg. Oké, viszont akkor csak, hogy izgalmasabb legyen, egy pici szünet addig üldögélje, mert el kell mennünk. Nem állj, utolsó kérdés. De nincs idő, a játékosainkkal addig egyszer... átveszük a dobást, jó? Átveszük a dobást, abba kell hagyni. Ha egyszer aztán... a bűnei miatt golyó általi halálra ítélek, ők legyenek a kivégzőim. Én azt akarom, nem, ők lőjenek rám. Ott fogok melletted állni, és az összeset felolvasom. Ezt kapod. Hogy lesz-e kérdés, mindjárt kiderül, vagy hogy lesz-e fürdés, kiderül a hírek után. 2 perc, és itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Kérdezi valaki, a sárga törölköző tartó lánya Roberta? Sárga törölköző tartott Roberta? Szerintem nem tartott sárga törölköző, de te tartottad a sárga törölköző. Akkor írjál, látnak benneteket, vagy látnak téged, mert hogy közben ugye hát a live köben pedig lehet látni, hogy mi történik itt Szombathelyen. Beatrix üzen nektek azt, hogy lassan visszérünk Sopronba, hát csak megsugom, majdnem süt a nap. Idegeld a szombathelyieket, nekik már úgyis mindegy, írta Beatrix nagyon barátságosan. Oké. Micsoda, nem esik, gyerekek! Elállt. Hát vége! Rendes ez az eső, az adás elején elkezdett, és az adás végén eláll. Ezt nagyon rendesen csinál. 4 órából 3 felett esett, csak úgy, hogy... Egyébként gyerekek, igaza van egy hallgatónak, megírta, hogy fagyos szentek hete van. Tehát, hogy azért ez a népi bölcsesség, ugye, azért kellett volna gondolni, hogy a fagyos szentek az kicsit mindig hűvösebb. Na, egy dobásunk van, még rájöttünk egyébként, illetve nem rájöttünk, kollégák megmondták, hogy nagyon erősen kell dobni, de nektek nem az a dobás erejével volt a baj, hanem a célzással, mert ha eltaláljátok a kék kis célkört, vagy mi az, akkor talál, de egyrészt erősen kell dobni, kettő el kell találni. Mind a kettővel baj volt. Ugye? Igen, tehát, hogy... körbelőttétek nagyon ügyesen. Egy darab utolsó kérdésünk van, de ha kérdés írunk és feltevünk, eltűnt. Ne! Eltűnt. Komolyan. Érted? Nincs meg az az ember, aki ezeket a trükkös, ravasz kérdéseket föl tud átenni. Aki tegnap hajnalig jegyzetelt, vagy ma reggel hajnalig jegyzetelt. A kölcsönadott hahotáimból. A Fűre lépni ihoz című műsorból, így hogy van. Kiírja ezeket az elképesztő kérdéseket. Elég nehéz elszakadni a szombathelyi nézőktől, hallgatóktól, de már jövünk is, mert még hátra van egy nagyon-nagyon vicces. Egy utolsó kérdés, és akkor viszont döntetlen, ha nem talál itt sem, akkor 50-50 ezer megy kettő felé. Így van, és aztán holnap egy a 4-4,5 méterrel előrébb hozzuk azt a gömböt, és teszünk gömböt, a pult, golyót, bármit, és teszünk a pult alá egy nyomógombot, ami ugyanúgy leszakad a játékos, ami megnyomjuk. Oké, okay. János, az, hogy feltedd a kérdés, az nem kell oda menned, tehát bárhonnan fel tudod, csak mondom, hogy mire átvágod magad a tömegen. Nem, nekem ott kell lennem. Nagyon rendes vagy, de hogy hallunk. Látni akarom, hogy végre valaki beleesik. Ettől ne félj, mert nem fogja eltalálni. Tehát látva az előző két dobást, erre gyakorlatilag semmi esély nincs, úgyhogy ettől ne tarts. Na. Na, azt mondja, hogy hány nyúl fér el egy 10 tonnás teherautóban? Hány nyúl? Nyúl. Nyúl. Azt mondja, hogy... Várok. Igen. Egy 10 tonnás. Egy amennyi csak belefér. Jézus. Ne. Kettő-két-öt tonnás. Ne. Vajon melyik a jó? Na, vajon melyik lehet? Vajon melyik? El ne ronsd. Tényleg gondolkozom? Az első. Első. És igen, mert amennyi csak belefér. Izgultam, hogy 2x5 tonna, de nem, amennyi csak belefér. Okay. Így van, hát vágó István. Hagyom a kötelezőköröket, találd el. Erősen. Találd el. És eltaláltam? Nem. Csak a szele volt. Nem. Jó, tehát 6 dobásból igazából 0 találat, egyik játékos sem fürdött. Egyet-egyet hagyd dobjunk már mi a Ferivel. Jó, ez bevállal. Maradjál! Na! Figyelj csak most, Réka, most 50 000 van. Nyuszi. Most 50 000 van. Ha mi dobhatunk, akkor megkapod a 100-at, ha beleesel. Mit mondod? Nem hallottam. Mit mondod? Mit mondtál, Réka? Egyen fene!
Az a baj, hogy vállalta. Igen, de az meg a másik csapatra nem korrekt. Azt meg te odaadod azt az 50-es nekik, ne legyél más pul. Ez is igaz, van nálam pont annyi, hogy megnézem a belső zsebemet. Jó, akkor 50-50 ezer forint. Rommáig te úgyis, ha nem találjátok el. Élvezetből? Élvezetből, nem pénzért? Igen, nem akarsz húzni egyet. Gyerekek, holnap közelebb hozzuk, mert látom. Szegény szombathelye kimarad nekik. Ezt a játékot Győrben kell játszani, gyerekek. Az legalább van, a győrieknek lehet, hogy jobban megy a kézilabda. Oké, köszönjük, elfelezzük akkor a pénzt, jó? Na, van még egy 100 000-es nyereményünk, a 100 000-es játék. Roberta, annyit mondja, hogy döntetlen. Gyerekek, hát vannak nem, dolgok, amik nem változnak. Az a baj, hogy vannak ez olyan kis revonizatoznak. Hazajöttek anyámé. Kb. Az hosszú előjáték után semmi. Ez van, jó, az 50-50-nek örül mindenki. Így van, 50-50, oké. Okay. Szerintem öltözzetek föl. 100 000-es játékunkra kellene még egy valaki. Ferencem, én rád bízom a választást. Akár egy helyes nagyon lány. Jó, nagyon vagy, jól ismeri a... Aki ismeri a Rádió 1 zenéjét, aki ismeri a Rádió 1 zenéjét, mindenkiben az legyen. A Rádió 1 zenéjét? Hát fogjuk rá. Fogjuk rá. Jó. Fogjuk rá, 100 000 forintot nyerhet, és azt mondta, hogy fogjuk rá, tehát azt kell, hazudni kell ilyenkor. Igen, ismerem. Ez a beszéd. Hogy hívnak? Ismerem. Azt mondja, ismerem. Most már mindegy, hogy hívnak? Éva. Szoktad hallgatni tényleg a Rádió 1-et? Igen. Jó. Nos, most hogy csináljuk, hogy a téren helyet foglaló 200 ember ne súgja le azonnal? Miért? Hát ha rendesek, hát most hadd vigyék a pénzt. Ja, hogy olyan, akkor viszont, jó, legyen egy ilyen liberális felfogású játék ez. Oké, Éva, ezt mondtad? Igen. Na figyelj, Éva, bejátsszuk neked ezt a dalt, amikor te úgy érzed, hogy megállítsuk, ismered a játékot, akkor mondd, hogy stop. Nem kell folytatni a mondatot, hogy stop mi, csak annyit kell mondani, hogy stop, az elég. Jó, ha érted, mire gondolok. Nekünk most elég a stop is, tehát nem akarunk más megállítani. Mondd, hogy stop, megnézzük, hány másodpercén állítottad meg. Szerintem a tömeg besugja neked a jó megoldást, jó? Jó. Ráadásul gyerekek, ez könnyű. Tehát ez... Az. Könnyű, hallod, mire tippelsz elsőre? Igen, van-e most így, tényleg 100 000-ért van-e mondj egy, most? Na, egy, mondj egy előadót, ha most megmondod, hogy mi, akkor 100 ha na. Megmondod, azért mondj egy előadót, egy dalcímet, ha megmondod, tiéd a 100 000, úgyhogy nem is játszunk. Bár egy előadó, egy dalcím, bármit mondhatsz. Na, én Joe Mama vagy Despacito. Kivéve a Neotontól a Santa Maria, tehát azok nem mi vagyunk. Tehát mondhatsz bármit. Egy Sharon Shape of You. Ne, kinek a lánya vagy, kinek a gyereke. Figyelj, mutassuk meg, hogy mi volt bekészítve, mutass meg, létszi, játsszuk le. Hát elmondom neked, hogy Mátia van egyébként. Az a baj, ezt tőlem fogják levonni. Az a baj, ez az én számlámból megy be a hónap végén. Itt van az eredeti. Mi? Jó, hát figyelj, na, akkor úgy nyertél 100 000-et, hogy bemondtad előre. Ed Sheeran, Shape of You. Ügyes vagy. Mászli, hogy ezt az egy dalt ismered? Azért mondtad? Vagy csak úgy jön? Ismerem. Ismered. Ed Sheeran, Shape of You. Na, jó, most csak vicceltük, akkor jöjjön a játék. Jöjjön a rendes. 10:02 fog megszólni a telefonomban. Ájjjjj, Baláskám, nem jó így. Andy, ne haragudj, Andy, bocsánat. Voltak ilyen 50-ek, 80-ak, egyszer belefér. Andy kevesebb osztrigát eszik kámban. Igen. Egy körre belefér Andynek, hogy egyszer egy sarki hamburgerezőbe esznek egyet, hát mindent a rádióért, nem? Megbeszéljük ezt. Volt a családomnál, ettél az asztalomról. Így kijátszod a százezret. Úgy osztál a budimba. Megítod a fogvizemet. Jó. És ezt. Csak azt akarom bebizonyítani, hogy te nem valakinek a valakije vagy, győzd meg erről, mit csinálsz itt, vagy te itt laksz, ugye? Igen. És mit csinálsz? Tanulom. Mondtam, hogy senki semmi között. De szerintem gyönyörűen bizonyítottuk. Ügyvédnek kellett volna, mert nem. Teljesen egyértelműen látom, hogy senki ezt nem tartozik, ez a kislány. Abszolút egyértelmű. Jó, mit csinálsz a 100 000 forinttal? Hát, visszaadom a felét neked, Bali, ahogy megbeszéltük. Ha, igen. Mit csinálsz a 100 000-re? Mi lesz? Mit vennél magadnak? Hm? Telefont. Hm. Ez a beszéd, telefon. Ez az Y generáció, telefon. Így van. Még nincsen, vagy lecserélnéd a régit? Lecserélném. Nem jó már a régi. Nem jó. Már nem tudsz rajta Facebookozni, vagy YouTube-ozni, hogy mit csinálnak most a fiatalok? Nem, tönkrement. Ja, tönkrement. Jó, tehát te messengerezel biztos, vagy snapchatelsz? Mit csinálsz? Mindent. Minden. Akartam tudni, hogy biztos van valamit, amit már nem ismerünk, de ezt még ismerjük egyébként. És mi a kedves keresztneved? Sebestyén mi? Na jó, van, gratulálunk, ügyes vagy, kapod a pénzt, jó? Köszönöm. Postán, vagy hogy? Nem. Postán, te adod cashbe. Hogy van, mert a személyesen játszik játékos, akkor is postán megy? Mert akkor is postán, postán megy. Postán, majd hozza majd a postás. Így van, egy kis tértivevénye megérkezik a kis pénz. Egy kis csekkecskén.
Rádió egy rócsó, Andynek nem olcsó, írja valami. Jó, hát gyerekek, hát költjük a pénzt, de legalább van, és tudunk mit költeni, ez a lényeg. Jönnek a nap legjobb pillanatai, ha minden igaz, nem konzultáltam Annával, hogy mit vágott, de biztos jót vágott egyébként. Szerintem Feri dohányos történetét belerakta. Ugye Feri nagy elhatározása jutott, nem lőjük le a poént, de gyerekek, tegnap vett egy nagy levegőt, és letette a cigarettát. Letette a cigarettát ez a hős. Ugye? Fogott, gondolt egy nagyot, és elnyomta élete utolsó cigijét, majd elmesélte, hogy mi történt vele azóta. Egy nagyon meghatározó időszaka volt az ő életére. Minden pillanatára emlékszem. Nem rövid, de emlékszem rá. Igen, ez volt az egyik témánk, a másik pedig elmeséltem egy történetet, hogy miért vannak este 7 órakor bezáró benzinkutak. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van, nyilván, mert rajtam kívül ilyenkor már senki nem... A szúnyogos tette be. Volt az is? Aha, emlékszem. Tudod, hogy az eső elől hogy térnek ki a szúnyogok? Tudom, hogy most értek ezzel. Jó, hát ez csak így el volt ide rakva nekem hátra, de azt egyszer tudom csak elmondani. Más egész életében ebből él. Már elfelejtettem. Na, szóval, hogy miért nem tudunk este 7-kor tankolni, erről is beszélgettünk, és most ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. Balázsék a Rádió Egyen. Na kérem szépen, holnap Zalaegerszeg dísztér, eső nélkül reméljük, tehát le a kalappal a szombathelyek előtt, ezt a szakadó esőt így kibírni nagyon cukik vagytok, közben hívjuk a naphallgatóját még egy rövidre, hogy elköszönjünk tőle. Már Sopronba se esik, gyerekek, tök jó, mi? Így van, végig jön velünk. Ahogy megy át az országon az esőfelhő, mi megyünk utána. Vagy alatta, vagy nem tudom, de nem baj, ez igazi rádiógyes hallgatókat ez nem taszít el. Volt valami? Egy halló. Halló! Halló! Jó reggelt, írtál nekünk SMS, te vagy a naphallgatója, Helly. Szuskus, privát számról hívtok, Krisztián. Hát, néha megtéveszik a hallgatókat. Krisztián, igen, nagyon jó SMS küldtél nekünk még korai reggel Feri cigi sztoriához. Feri, komolyan? Úgy tedd le a cigit, hogy meg is talált. Ha jó duma volt, nagyon szeretük. Krisztián, ja, hát... Csak onnan hallgattalak titeket. Hát, valahogy beszélek, nagyon jó, köszi. Na, hát örülünk, hogy ennyire örülsz. Figyelj, a naphallgatója, te vagy, csak ajándékcsomagot nem tudunk adni, de a kitüntető semmi címet, ahogy szoktam mondani, viselheted egyébként. Na jó, kösz. Merre hallgatsz minket, hogy hol vagy? Debreceni lakos vagyok, de pont Budapesten most érkeztünk meg melózni, de online szoktunk sokat hallgatni az M3-ason. Kiváló napsütés, szikrázó napsütés, 28 fokos meleg Budapesten. Ez így van. Nagyon jó. Hát köszönjük szépen. Halljuk, mert itt mindenki át van fázva, úgyhogy jó hallani, jó, hogy máshol viszont szüttelem. Milyen jó, hogy nem nyerted meg az ajándékcsomagot. Az úgy lett volna nagyon szemtelen, igen. Én vagyok jó helyen, ti voltok rossz helyen. Igen, jó helyen vagy. Gratulálunk. És hát te vagy a naphallgató, ettől függetlenül vicces volt az SMS. Köszi. Köszi, hogy minket hallgatsz. Na, hello! Ciao, szia, hello! Na, drága szombathelyeket, köszönjük szépen, tényleg nem tudott az eső benneteket megtizedelni, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Holnap, ha valakinek van kedve Zalaegerszegre, egyébként Ábelen kívül jöhet, mert hogy Ábel természetesen jön velünk, hát vannak utazó kabaláink, Ábel nélkül már nem megyünk sehova, de nem egy nagy távolság, a dísztére leszünk, rengeteg készpénzzel, rengeteg nyereménnyel, a játékokkal, úgyhogy holnap is várunk mindenkit sok szeretettel. Jöttök át megszáradni. Jöttök át? Ha véletlenül lesne ott is, akkor előre bocs. De minden állomásra jöttök, vagy csak jöttök Zalaegerszegre, átjöttök? De hát ezt mindig nagyon szeretjük. Aha, azt nézem, hogy csak reggel fog esni. Igen, 11 órától szikrázó napsütés? Jó, hát az nagyon jó. Oké, okay, holnap reggel 6-kor. Szevasztok, köszönjük! Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen.